Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk. Itt nem tudom országosan milyen idő van. Itt Pesten kicsit borongós, kicsit esős, ha. És olyan kis, hát olyan nem tudom. Na, ilyen pont, ahogy olyan, igen, olyan. Igen. Ilyen idő van, de hát majd jön vissza jó idő minden esetre. Most én esőbe jöttem, úgyhogy... Úgyhogy igen, hát kell egy kicsit még várni a jó időre. Mire visszajön. Is esik, és ég egy kamion. Ne csinál. Oh. Ez a kettő van de egyszerre. De ez egy szerencsés párosítás. Hát... Ha ég és esik, akkor legalább eloltódik. Szerencsésebb. Szerencsésebb, igen. Eshetne úgy is, hogy kánikula van. Vagy éghetne úgy is. Igen. Így legalább esőben ég. Ad valamennyire jó. Mire kiérnek a tűzoltók, már félig eloltotta az eső. Igen, vannak azok a szituációk, amikor mondjuk így szokták mondani, hogy az ember próbálja meg a pozitív oldalát megfogni a dolgoknak. De nehéz azért. Picit nehéz. Igen, picit nehéz. Picit ott áll a kamionos, mert fogja a fejét, szerencsétlen tudod ízni. De legalább esik az eső. És ha most még jönne egy jó emberek szám, akkor aztán akkor kifejezetten vigyám. De ezt nem énekelheted ilyenkor, hogy süt a nap, mert hogy szomorú légy, ráadásul ég a kamionod. Kifelé, de a Balaton kamion, felé. De nehogy szomorú légy. Na, hát ez a kettőt nem tudod összehozni. Balaton felé az érdi kihajtó után. És ilyen emiség inkább ilyen füstölős volt, és azért veszélyes, mert pont ráfújja a másik oldalra is, és ahogy jössz befelé a városba, Pest felé, akkor gyakorlatilag nem látsz semmit. Ez nem vidám. Ott toporgáltak a kamion mellett, már ilyen szó nincsen, de mindenki le tudja fordítani, érti, hogy mit csináltak, több kamionosok már megállt, de szerintem még ott vannak. Nagyobb baj ne legyen belőle, azt kívánjuk. Csak befele se látsz semmit. Mit elküldted a Zsült, elég volt? Elmondtam, hogy nyugodtan menjél. Amennyit Zsült, figyelj, amennyit te segítesz, érted. Anyám is segít, figyelj, nyugodtan menjél ki, zuhanyoz, most elfogad, csinálj magadnak egy szendvicset, fejlődj vissza. Igen, mondtam, hogy nyugodtan menjen. Na, mi újság van egyébként? Minden tökéletes, minden csudaszép, mondhatnánk, de nem mondhatjuk, mert... hogy ez az eső, ez az időjárás, ez teljesen kész vagyok tőle. Hát nincs élet a Velencei tó partján. Ilyenkor. Hétközben egyébként is csendesebb, de tegnap voltunk este sétálni, ott a Szabadstrandnál, hogy hát, ha van egy kis, bele lehet folyni valami buliba. Figyelj, engem vigasztalna egy adag forró lángos, egy adag friss forró lángos. Nem, mert élek a gyanúperrel, hogy az mondjuk így, mikor zárnak a büfék a Velencei tó partján? Hát, 10, van ami 10-kor. Este 10. Hát, az már nem lesz olyan. És ha reggel megcsináltatom, szerintetek rábírunk valakit beszélni, hogy nyisson ki. Hogy csak azért kinyisson reggel? Hogy én oda megyek, mit te, 5-kor fölveszem a lángost, és 6-ra meleg lángosra. Abból kiindul, hogy most van 8 kávégépünk, szerintem igen. Már annyiban? Szerintem szépen lassan, igen, úton vannak a többiek is, mert ugye Laci jelezte nekik, hogy nyugodtan hozzák. Én azt mondom, hogy hátrébb az agarakkal, egyelőre azt az egyet is próbáljuk megszokni, megszeretni, megismerni, ami jelenleg a szerkesztőségben tartózkodik, és önmagában drágább, mint minden együttvéve a szerkesztőségben, beleértve még a festéket, a vakolatot, a téglát, a nyilászárókat és a portásunk havi bérét. Na jó, és az a szellemi tőke, ami benne az van? Aha. Már bennünk. Ja, igen. Még annál is drágább. De minden. Na mindegy. Szóval én azt mondom, hogy ezért ne nyisson ki egy büfés, de azért szerintem, hogyha ha rossz az idő, attól még lehet enni egy jó forró palacsintát, mondjuk 2-3-4-5-5, diósat vagy dejósat, ki melyiket szereti jobban, így van, a dejó majdnem dió, mint ahogy ezt sokszor szoktam mondani, főleg tegnap óta, amióta Balázsról volt ugye egy kis verbális összecsapásunk ebben az ügyben, meg egy jó tejfölös sajtos lángos, és nem hungaroringes árakon. Szerintem azért az szebb az élet. Azért jó az. Figyeljetek, tehát szerintem azért esőben is, vagy mit tudom én, ilyen szotymargós időben is azért lehet jókat sétálgatni, jókat pont, kajálgatni, stb. Pont nem? Szabadsági időszak van, azért ez a július vége. Nekem is kell, igen. Aki most ebbe belehúzott ebbe a három napba. Az egyik baráti család most jelenleg len van Balatonon. Írtam, hogy nem akartok leszaladni, egy kicsit beszélgetni. És mit csinálnak ilyenkor, vagy mit tudsz? Kirándulnak? Két gyerekkel, tudod.
De egyébként meg hülye az ember, mert egyébként meg lehet. Igen, mert valamit kell. Hát most nyilván nem tudsz fürdeni, nem tudsz napozni. Hát nem hülye, szerintem azért mész a Balatonra, tehát rohadtul jó az, hogy el tudsz menni megnézni a Tihanyi nem tudom mint századszorra, de hogy egyébként nem azért mész. Tehát, hogy ezt mindenki megpróbálja akkor eladni, hogy annyi látni valami kutyát nem érdekli. Azért mész Balaton, hogy parton legyél, strandon legyél, napozzál, vízbe legyél. Tehát esőbe ott, hidegben plusz 20 fokba ott sétálni kézzelfogva a gyerekkel a sétányon, úgyhogy be van zárva minden, azért szép ideológia ez, annyi mindent lehet, hogy legalább magad miatt. Hetesd a hattyúkat egy hétig, ti a 20 fokos vizélyek, Tagore sétányon Füreden, azért az... De magad miatt nem csinálod meg. Felfordul az összes hattyú, tudod, hogy sok perec. Köszönöm. Megcsinálod, de azért sokan utálják, persze nyilván van egy-kettő, aki örül, hogy mehet, meg nem ezt mondom, de azért a nagy többség azért, amikor a gyerek parton akar lenni, fürdeni, és tényleg szélcseki, húzd föl a kabátodat, ne menj a pocsolyába, ne menj, akkor azért az kevésbé. Megideologizált, hogy annyi szép látni való. Csak el vannak valahogy a Balatonok is ősszel meg télen, nem lent, hát biztos nem ugrik meg ilyenkor az egy településre jutó alkoholisták száma, mert hogy mindenki... Hát más a kettő, az ott lakók, illetve az egy hétre oda menő nyaralókat összehasonlítani, azért az más szerintem. Hát de kell csöngetni. Öngyilkosok. Kezi azért, csókolom, amikor... tőzs, gyökeres, füredi, igen. Mit szoktak csinálni november tájékán. Ilyen időben, mit? 26 óra végmész a sétányon Füreden, mert megnézed a kikötőt, meg elmész, nem tudom hova. Persze van látnivaló, de hát voltam én rossz időben Balatonon gyerekként. Kevés, mi? Nem az. Tehát, nem izzadsz le biciklizés közben, Balázs. Az is jó. Mennyi ugottam. Biciklizzél. Jó, de igen. Már megint. Igen, csak vigyázzál, nem ennyi pocsolyába, mert fölverődik a hátadra a sáros víz, és akkor megfázol. Tehát, hogy nem szerencsés. Gyerekek, van egy jó hírem. Na. Nagyon-nagyon jó hírem, BKK-s. Na, és ugye, jó. Hát mi általában szoktunk... Megszűnik. Nem, azért ez nem. Viszont na. Az a helyzet, hogy szabályozták az ellenőrök kinézetét, na. Nincs több zokni szandállal. Ugyanis eddig te vehettél föl zoknit szandállal BKK ellenőrként. Ez volt a legfontosabb, amit a BKK most meg kellett hoznom, hogy milyen cipő vagy lábbeli legyen az ellenőrökön, nem az, hogy mennyire legyenek intelligensek, ne verjék az utasokat, valami rendszert vigyenek, vagy kapukat-e csináljanak. Most nem lehet zokni szandállal. Kérlek szépen. Ez jó. Elnyűjt pantallóknak, vége a hasig gombolt ingek, na. Zsebre dugott kezek világának, az se lehet. Nem lehet ellenőr zsebre dugott kézzel, és nem lehet ezentúl zokni, és szandál rajtad, ha igazi ellenőr vagy. A többi rendben van, nyilván. Tehát a többi rendben van. Hát mihez nyúlsz te is, amivel baj van. Ugye? Tehát ha meg hát akarsz oldani... Kis lépés, de elkezdték legalább. Ha problémát akarsz megoldani, akkor nyilván ott kezded, ahol a legnagyobb baj van. Mi a legnagyobb baj? Ez. Nem léphetsz te úgy oda ellenőrként máshoz, hogy te nem vagy rendesen felöltözve, mert az az első benyomás, amikor rád nézel, vagy rám nézel, akkor azt mondod, jó, így néz ki, úgy néz ki, valahova, valamilyen polcra tehát felrúg egy ellenőr, ha felrúg egy ellenőr, akkor ne szandálba zoknival rúgjon föl, hanem normális cipőbe rúgjon föl, vagy elkezdenek négyen megrángatni egy külföldit, vagy esetleg egy menekültet, akkor négyen cipőbe rángassák. Igen, más az érzés. Ne úgy rángassák meg, hogy zokniban is szandálban. De ez minek a következmény? Leigazoltak a lakatos márkot? Vagy lehet, beszállt a Hugo Boss? De azt nem írták, hogy milyen cipő lesz, meg nem is hiszem, hogy kapnak, csak ennyi, hogy nem lehet ilyenekben lenni. Annyi szabályzás még van, hogy nem láthatnak ülve téged. Miért? Mi már... Már nem az utas, ja, hanem mi, ha ellenőr van. Azt hittem, hogy akkor látozzanak, hogy legyenek kedvesek. Na, milyen világ ez? Igen. Le se ülhetek már? Nem olcsó az a bérlet, hagyj üljek már le. És mit akarok mondani, hogy nem lehetne, hogy pont ellenkezőleg? Tehát, hogy maradjon, mert akkor rögtön azonosíthatók lennének. Tehát, hogy érted, oda nézel, látod, hogy fehér zokni szandál, akkor ellenőr. Tudod, hogy... Vagy én. Lehet, hogy ez a csel, ezen nem is gondolkodtam. Uh-huh. Látod, hogy ez gyakorlatilag ugye az álcázás hát, maga. De most nem. Tehát eddig tök könnyen beazonosíthatók voltak. Látod, hogy hogy mit tudom én ugró állat, nem tudod beazonosítani, hogy milyen, és akkor fölé van írva, hogy mit tudom én, puna. Igen. Érted? Mert úgy tudod, hogy nem eredeti. És akkor ott van alatt a kis műbőr szandál, vagy gumiszandál, és akkor tudod, hogy ő egy ellenőr. Aha. Akkor ez csel tulajdonképpen. Hát, tehát ez nem is arra van, hogy nézzenek, az emberek. Ahogy nézzenek, jó, oké. Van még egy dolog, az, hogy feladatukkal összenem függő iratot nem olvashatnak. Tehát, uh-huh. Ha áll a busz megállóban egy ember, és népsportot olvas, mert nincsen, de mondjuk ezt, hogy népsportot olvas, akkor ő nem lehet ellenőr. Nem nyugatott. Hiszen ez a vagy nyugatott olvas. Hogy nem olvashatnak? Nem olvashat mást. Miért veszik-e még az olvasást, és hát, ha okosabbak lesznek tőle? Nem tudom. Nem? Más se? Eltereli a figyelmüket az ellenőrzésről. Könyvet se, lexikon se, szótárat se, semmit? Nem.
Bár ugye mondhatod, hogy például, hogy nyelvkönyvet olvas, az azért van, hogy aztán később a külföldi hogy tudja. Hogy ne legyen zavarba, amikor majd a japán turistával találkozik. Igen, ne legyen zavarba, amikor azt mondom a japán turistának, hogy hol a jegyed? Nem érted? Hol a jegyed? Te paraszt! Ugye? Tehát, hogy nem, igen. Kínai. Hol a jegyed? Te kínai! Te! Szóval semmit nem olvasod. Semmit nagyon nem olvasod. Kis lépés. Másra... Az ellenőröknek nagy lépés ez nekünk, de legalább akkor már nem. És nem a többi, hogy nem lehet tartós dajer, vagy ilyesmi. Az nincsen. Nylon zacskó nem lehet nálad, esernyő és hátizsák sem, kinek? Ha ellenőr vagy. Ne is legyen nála. Hát de miért ne legyen hátizsák? Hát te beleteszél izét a váltószandiát. Hát nem hozol ide, hát nem. Én nem, de olyan igen. Vagy neki ilyen átvetőse mondjuk, van. Mondjuk egyébként azt egy picit viccet félretéve, azt például megoldhatnák végre, hogy mondjuk a védőitalaikat, mert nyilván nekik is jár azért a különböző üdítő, ásványi, stb., mert ott állnak reggeltől estig, azért nekik is kell. Neki, de, hát igen, szerintem én is mondjuk, hogy a változatosságból, abból a változatosságból, amit látsz lent ugye a metró aluljáróban, szépen ki vannak így rakva a párkányra, már ahol van párkány, meg találnak maguknak helyet, oda kiraknak 20-30 különböző idítőitalos ilyen flakont, amivel aztán ők napközben fogyasztanak, hogy azt oldhatná meg végre, szerintem, ugye a BKK, meg az összes, hogy hívják, munkáltató, hogy valami olyan helyre pakolják el, amitől nem válik az egész egy ilyen kirakodó vásár. Ha vigye be a forgalmi irodába például, ha van. Aha. Vagy ott nincs például, ahol te szállsz egy ilyen kis kutricot. Van tulajdonképpen. Megszomjaztam, bemegyek kijövök. Visszajövök, meg ez tök jó. Most az szebb, hogy föl van téved a polcra 54 darab. Hát erről beszélek, hogy ez a tehát annyira nem. Annyira nem szép. Hordozható öltözőszekrényt minden ellenőrnek. Ez se jó. Már megint nem annyi lényeghez nyúltak, tehát, hogy... Ezek így megint nem annyira fontosak. Kicsit rendbe tették legalább. Kicsit rendbe szedték őket, az jó, de hát eddig a szandállal érted, ha alád rúgtak, akkor legalább nem fájt annyira, nem? Vagy neki is fájt legalább. Vagy neki is fájt. Cipővel fognak alád rúgni, hát most... Megszellőzött a láb. Megszellőzött a láb, hát azért az is jó volt. A szandálnak vannak nyilvánvaló előnyei. Hat meghatároztak, hogy mennyi műszál lett a nadrágjukban? Azt nem tudok, ilyen százalékot. Semmi akril, poliakril. Csak a műanyag. Igen, előremutató. Hát nem mindegy, hát jó ez. Igen. Jó ez egyébként. Azt mondják, hogy hol a tiketed, japó? Igen, ticketet mutasd, a ticketet. Így van. Csoportos kedvezmény van, vagy nincs? Ticket, Jackie Chan, ticket. Igen. Kicsen. Kérdés, acélbetétes kaptak? Ugye kérdezik a... Szerintem nem kapnak, tehát nincs cipő. Nem. Ez itt láb lesznek úgy. Hát nem, hanem hogy neked kell hozni. Ja. Ez jó. Na jó van. Megmutatjuk gyorsan, miről beszéltünk tegnap reggel. Jó. Témánk volt az, hogy feltörtek egy internetes portált, és ez egy olyan internetes portál, ami arról szól, hogy ide csak és kizárólag hűtlenek látogatnak el. És hát ez egy alkalmi társkereső oldal, férjek, feleségek, barátok, barátnők mehetnek, mindenki olyan, akinek van párja. Ezt az oldalt feltörték, és állítólag az összes nevet, aki ezen az oldalon járt, ezt majd közzé teszi azok a hackerek, akik feltörték ezt az oldalt, és arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor a barátodat, a feleségedet, a barátod feleségét, az ismerősöd párját megtalálod egy-egy ilyen oldalon, és észreveszed, hogy a lány, a fiú nem teljesen azt csinálja, vagy az, akinek eddig kiadta magát, mert hogy van egy másik személyiség. És másnak nem azt ígéri, amit te kapsz tőle. Igen, forró csoki és olajos masszás. Most ezt a feleségedről látod meg egy ilyen oldalon, az nem biztos, hogy szerencsés. Kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk SMS-eket, hogy kit hol láttak már meg hasonló oldalon, és mi volt a következménye. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na hát erről beszélgettünk. Jaj, rohadt jók voltunk tegnap is. Basszus. Te még gondolkodtál rajta? De én hát lefekvésen mondtam, hogy na, megérdemled a párnát. Takarodj már, takarodsz be. Takarodj be az ágyba, azt hittem, azt mondtad magadnak. Na most se takarodj be aludni, már holnap is lesz nap. Na, hogy állunk játékkal? Jól. 2-0. 2-0 ide. Igen. Hajt még behúzzuk. Aztán viszont látása. Csütörtökön pénteket már el is eleszthetjük. Ja, azt hittem Szabira megyünk. Nem. Majd csak augusztus 20-án. Hát kell egy kicsit. Jól van, na, aki játszana velünk jelentkezzen, de előtte még gyorsan egy-két SMS, mert tudjátok, sosem anyagoljuk el a hallgatókat, akik ilyen korán reggel írnak nekünk. Azt mondja, hogy most érkeztem haza éjszakai műszakból, már több mint egy hónapja nem hallottam magyar rádiót, öröm hallani a hangotokat, élvezni a műsort, 10 óráig el sem alszom. Kölnből írt nekünk Ádám.
Barátomat befizettem egy masszázsra, amíg masszírozta a srác, rám kacsintott, utána zaklatott telefonon napokig, hogy miket csinálna velem. Elég kellemetlen volt. Ja, már mint a masszőr. Aha, ez még a témához jött, valószínű. Aztán azt nézem, hogy az M0-as Budakalászi végén, tehát az M1-es felé nem vezető szakaszon valaki a szalakoráton pihen a külső sávban, szerintem az új 10-es út legyen az M0-as nyugati szektora. Aha. Az melyik az M0-as nyugati szektora? Az mi? Hát az M1-esnél? M7, M1, ugye odáig elmész, és most ott építenek. Én ott voltam kint aszfaltozni 2 héttel ezelőtt, az egy ilyen visszakunkorodó sáv lesz, oda nem tudom hova megy, de azt csináltuk. Azt aszfaltoztam én. De miattad kunkorodott vissza, vagy tényleg arra is szerettek volna? Nem, ahogy ráálltam, azt mondja, ne, túlsúly, hoppá, mindegy. Nem. Ah, azt nézem még, hogy mi van. 132-es kilométer, M7-es, éjjel a belső sem mellett, szemben a forgalom, a lekapcsolt lámpával áll a trafi Skoda. Nem tudom, mit csinálna, ha ott aludna el egy román kamionos. Egyébként az tényleg kemény azért, így éjszaka beállni nagyon. Nagyon bátrak. Nem is tudom, hogy ilyenkor ül-e benne sofőr, de hát valószínűleg nem ül ki a mezőre. Nem? Szedben tűzik. Ül, hanyattesve. Biztos aludt. Jól van. Aztán sokan jelentkeztek már játékra, úgyhogy jönnek az SMS-ek. Jól van. Mi meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit. Közben, ha valaki még nem jelentkezett és játszana, azt tegye meg, hogy ír nekünk. Mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tüskevárnál mérnek a szervek így korán reggel, 8-as úton mindenki. Vigyázzon, aztán Mezőtúr és Gyomándrőt között teljes útzár, autó az árokban folyik a mentés. Velencénél leszek 45 perc múlva, lángos vagy palacsintát kívántok, Misi kérdezi tőlünk. Is. Hát, legyen is, sós is. Nagyon jó kérdés, így van, nem akarunk zavarba hozni. Nem. M7-es 22-es kilométerénél Fehérvár felé egy kamionnal van valami, rendőrök a helyszínen a külső sávot lezárták, aztán azt mondja, hogy az 5-ös főút Kisterek és Kecskemét között baleset és hatóság ment. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Debrecen és Bocskai kert közötti elkerülő Debrecen felüli végén háromlábú Lackó üzente, és Bátony terenyén mérik a Salgótarján felé haladók sebességét. Ez tegnap is volt, lehet, hogy valakinek beragadt az SMS, vagy megint mérnek. Valószínűleg megint mérnek, nem? Kivonultak és ott vannak. Ha már ott voltak tegnap. Akkor ott vannak ma is, igen. Budapest 60 között jól járható és hatóságmentes az M3-as, és M1-es 116-os kilométerénél kamion az oldalán. Ezt Zotya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na játszunk, jó? Nézzük meg, hogy ki a játékosunk, és jelen pillanatban ugye fordítani kellene neki, mert hogy 2-0-ra vezetünk, ugye? De, tehát jól állunk. De még fordítani nem is fog tudni. Szépíteni tud majd. Mert hogy ugye, akkor is csak 2-1 van. Szépíteni tud majd, így van, és akkor is csak 2-1. Na, megnézzük ki a játékos ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ki vagy, szia! Zsuzsa vagyok, sziasztok! Zsuzsa, honnan hívtál minket? Sziget-Szentmiklósról. Sziget-Szentmiklósról, mit csinálsz arrafelé? Hát én dolgozom már reggel 4 óra óta. Reggel 4 óra óta, akkor pék vagy biztos, vagy cukrász, vagy Közelít, szakács. Szakács, milyen üzemben vagy, hol főzöl? Egy üzemi konyhán. Üzemi konyhán, ez ilyen kifőzdés, házhozszállítás, meg mindenféle ilyen dolog? És cégeknek házhozszállításra, úgyhogy. Az a biztos, tudod, mennyi megrendelés van, mennyi. Így van. Mi készül ma reggel? Nagyon sok minden. Nem mond végig. Kettőt mondj belőle. Ma valamit csak úgy kérdeztem, hogy kicsit belemelegedjük a beszélgetésbe. Terik, ebből mi lesz, amit most csinálok? Figyelj, igen. Mondd, hogy grízes tészta, meg krumplis tészta, és akkor én elhiszem. Nem. A vegetariánus mondanám elsősorban az rántott sajt görög paraszt salátával. Paraszt is. Na, ráadásul görög paraszt. Görög paraszt. Jó, görög paraszt. Jól hangzik ez. Beleborult az oliva, mi? Igen. Kivel szeretnél játszani? Kivel? Ferivel. Jó, ide jó. Ferivel. Én még nem játszottam a héten. Az élet 3 pontos a héten, nem? Ez a, ha esetleg nyernék. Hát akkor 2-1. Az még nincs meg úgy a hetetek, de neked lehet ajándékod. Az jó, nem? Simán. Igen, ügyes volt, de nem jött be, mert hogy mi vezetünk 2-vel, nem ti. Mehetünk?
Próbáljuk meg. Jani? Tritóban fájjon. A Zsuzsa nevet is szereted? Vagy csak a Zsuzsit? Mindegyiket. Uh-huh. Jó. Mindegyikre hallgatok. Értem. Nálatok is kétféle mosogató van? Mind a kettő van, de mind a kettőhöz külön alkalmazott. Aha, tehát ugyanazt tilos csinálni, aki az egyiket csinálja, ugye? Igen. Ott a vége. Apácska! Ez ugye azért volt nehéz, mert van a fekete meg a fehér bizony mosogató, úgyhogy Zsuzsi, kerülted nagyon, de az igen, azt nem. Hát ezt benyaltam, igen. Igen, ez be. Blám, mint a húzat. De nagyon szimpatikus vagy. Így van. Köszönöm. Ez vigasztal? Kicsit. Egy kicsit. Jól van. Tényleg ügyes voltál, ott hirtelen egy kicsit kiengedtél, és akkor ott gyorsan. Gyorsan rámondtad az igent. Nincs ajándékcsomag sajnos. Sziasztok, köszönöm. Köszi, puszi neked, ciao. Vissza a rántáshoz. Vissza a görög paraszthoz. Gyerekek. De aranyos volt, ugyanolyan vidám volt, így, hogy elveszített a játékot, mintha nyert volna. Más akkor sem örül ennyire, hogyha nyer. Ez is igaz. Így viszont akkor megvan a hét. 3-0. Kérem szépen, holnap után hátra dőlhetünk. Pihenhetünk. És meg vagyunk. Így van, 23. nyert hét, ha jól emlékszem. Ajjajjajjaj. Kifújtuk a szakma órát. Te nagy a baj. Kifújtuk a szakma órát, gyerekek, ennyi. Ennyi volt. Na, 23 nyert hetünk van, egy hét döntetlen és 3 bukott hét. Aha. Nem baj. Ne keseredjetek el, ne lógassátok a kis piszeolocskátokat. Most nem akarom nagy bajba keverni magunkat. Ne legyetek durcimalok, ne rákaragudjatok. Azért azt akarom kérdezni, hogy akkor a reggelit is fejszámolással, de gyakorlatilag az egészet elveszíthetjük már. Ennyi. Még az utolsó héten úgyis felrakjuk majd az univerzum királya címét. Nem már, tavaly is ezt csináltuk, és aztán égtünk egy jó, akkor legyen most a galaxis. Jó. Csak a mi galaxisunk, jó? A Lea, te út bekötő vagy, nem tudom. Te út bekötő, így van, így van. Na. Azt mondja, hogy mérnek a szerbek, vagy csak dáthás vagy bali jobbulást írja. Írja valaki, köszönöm. Szerbek. Szerbek, igen. A Megyeri híd lehajtójánál Budakalászon baleset van, ott úgy ott is vigyázzatok. M1-es 116-os kilométer kamion az oldalán, és ciprász salátát is lehet rendelni. Ez tíl kérdé. Ez a Varoufakis nevét bármikor meghallom, annyira röhögök, mert egyszer nem tudom megszokni. Tehát a görög pénzügyminiszter, vagy ex-pénzügyminiszter Varoufakis. Szóval, hogy ez így ez számomra totálisan megszokhatatlan, mindig mosolygok, mikor az meghallom. Az Olimpián című képregényben voltak ilyen nevek, amikor a görög versenyzők léptek oda. Igen. Rajt valahoz. Janusz Varoufakis, mint valami nem paródia, vagy nem? Aha. Tehát ilyen neve nem lehet senkinek, hogy Varoufakis. Annyira bénos. Na jó van. Oké, küldjetek még friss közlekedési híreket, jó? Nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon, kinek hogy indult a reggele, kivel mi van. Írjátok meg nekünk egészen nyugodtan. Azt mondja, Balázs, jövő héten szétszedlek, puszi Gabi, volt engem. Hát most rám haragszott Gabi. Hát szétszed a Ferit, hát ő volt az, aki most megint megnyerte a hetet. Enne rám, Gabi. Hát a jövő héten szétszed téged a Ferit, még ezen a héten. Ja, engem meg majd két hét múlva. Ülök itt szépen, vidáman, érted? Hát most miért kell engem bántani, vagy engem szétszedni? Na, 2 perc múlva, 7 óra pontosan, mindenki ébredjen fel. Jó? Oké. Okay. Ez a napi parancs, gyerekek, tessék bennünket hallgatni. Miért kiabálsz, hogy a fülesen keresztül nem hallod? Nem hallom. Magam. A süket vagyok, igen. Úgyhogy Ákos elmondja a híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, szerda van, borongós az idő, de most láttam Lajos bácsit, aki elmondta, hogy jön a nyár vissza. Aha, és ki a Lajos bácsi? Ő a helyi. Német Lajos. Ja. Az idő, meteorológus. Azt hittem van a falutokban valami, vagy a kisvárosodban van valami ízé ember. Ő tekert az öreg, és félreállt a bézbosapka, és Lajosnak, ha félreáll a bézbosapka, és nagyon makonya részeg, akkor az azt jelenti, hogy jön a jó idő. Ha jön vissza a meleg. Ha balra, akkor hideg hosszú telünk lesz. Hideg hosszú telünk lesz. Nem, hát igazából nem Német Lajos jelentett időjárást a TV2-n, és ugye nálunk minden reggel a Mokka megy, és ott bejelentkezett, és láttam, hogy ilyen felhős idő lesz majd még ma és holnap, viszont hétvégétől már újra jön vissza a meleg, nem az a nagyon nagy gatyarohasztó 50 fok,
De ez a 30-31 kellemes nyárias kis. Jó. Augusztusi időjárás, gyerekek. Úgyhogy jók vagyunk. Fittés fiatalos volt Lajos, mint mindig. Nem néztem, egy pillanatra villant csak föl, és az ikonokra az néztem rá. Ennyi idősen hogy... szeretnék én is kinézni kategória? Így kinézni kategória volt? Nem látni, nem tudtam megnézni. Neki mindig a snicét nézem, mert ilyen kicsit hasig felhúzott farmerokban van, és akkor itt pirtel, szemezek a nadrágjával, és mire fölnézek az időjárás, addigra már látom a lemény, úgyhogy most csak az időjárás néztem, nem néztem most szereti meg. Ezeket a passzos cuccokat. Igen, kicsit olyan passzos cuccokba, és így mindig oda nézek, és akkor nem tudom levenni a szemem a snicéről. Picit olyan, mint a veteránok, akik kirakják a kitüntetéseiket, tehát is van, amire büszke. Igen, lehet, hogy ez már nekem is egy ilyen 40 évesi kapuzárási dolog, hogy már amiről neked beszéltünk, vagy rólad beszéltünk, de neked is minden csak szóljon valahogy, hogy már én is minden nézek, de most nem tudtam megnézni, hogy milyen az outfitje, meg hogy néz ki, csak az időjárásra koncentráltam, hogy tudjak egy kicsi kis támpontot adni, ami drága hallgatóinknak, hogy milyen idő lesz, ha valaki esetleg neki búsult, hogy oda a szabadsága, az még egy-két napot tartson ki, mert hétvégére már jó. Hát aki jó a jó idő. Aki erre a hétre vette ki, annak viszont tényleg oda egy kicsit. Ha csak nem, nincs valami programszervező a családban, aki ilyenkor alternatív útvonalon közelít a nyaraláshoz, és kitalál valami jó kis tihanyi apátság 6-szor. Levendula mező 43-szor, Lelei kilátó 23-szor, Tihanyi rév 46-szor, szóval hogy ez ki nem találja valami programfelelős. Valaki, akkor... ma 26-szor. Igen, akkor kicsit oda a szabi. Lajos egyébként most ünnepelt a 65. születésnapját, úgyhogy jutalak kívánunk neki. Sokáig. Sok boldogság. Füle érjen bokáig. 50. július 17. Fut, rendesen, azt tudom. Bizony. 50 éves volt, amikor lefutott az első maratonját. A betyárját. Mi vagy te, egy lexikon? Nem ismeri a netet. Egy élő lexikon? Így van. Egyrészt barátom a Wikipédia, másrészt meg egyébként ezt tudom Lajosról, mert ő azért ilyen futóberkekben közismert celebritás. És hát tényleg jól tartja magát. Mindenkinek így kéne kinézni 65 évesen. Bizonyám, tényleg jó. Nézzük a közlekedési híreket. Az SMS-eket mit írnak a hallgatóink? Azt mondja, hogy a részecske szűrőddel kapcsolatban. Gyerekek, köszönöm szépen. Igen, elég. Köszönöm. Többet. Meg vagyunk. Kávégépet sem. Meg vagyunk. Létszi, ma kaptunk kettőt. Meg vagyunk. Nem használtam föl, nem húztam elő az ingyenkártyát, semmit, rendesen szervizben szervizelték az autót, és tegnap csörgött az autó. Nem a részecske szűrőt írt ki a komputer, de rákötötték diagnosztikára, és valami turbó nyomócső. Szóval megmagyarázták a számlát. Hogy miért 400, nem gyerekek, kiváló szerelőm van, egy aranyember, és rengeteg mindent megcsinált, úgyhogy meg vagyok, jó vagyok. Köszönöm szépen a részecske szűrővel kapcsolatos üzeneteket, jöttek nagyon sok. Jött nagyon sok a morningshow.hu-kat, klasszafen.hu-ra felajánlás is, bontott alkatrész is, új is, lopott is, mi minden jött, de meg vagyunk, köszönjük, úgyhogy megcsináltak. Ma megyek az autón. Akkor most egy hét nyugalom, mi? Az angol betegek. Egy hét nyugalom, gyerekek, egy hét nyugalom. De hogy nyugalom, hát most egy héten keresztül folyamatosan fogják még bedobálni a kertükbe a részecske szűrőket. Azért ezt is próbált ki valami? Hát ha. Úgyhogy meg vagyunk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nézem még milyen hírek vannak. Micsoda kemény Miklós veszélyesen közlekedik Kótajban a Borostyán söröző felé. Kikértem a deci konyakot. Jó? Köszönjük szépen. Aztán, mi van, srácok, ma csak jó zenék mennek? Egy jó Jacko, a Beat-it az mindig, tehát Jacko az tényleg jó. De szerintem későn kapcsolódtál be a műsor hallgatásra. Megyeri Hír Budakalász végén baleset, 4 autó ütközött, nagy a torlódás a 14-es út irányában, Jóci a gyógyszerszállító küldte nekünk. Balázs, nem jártál tegnap délután Fehérváron? Mert itt vittek el mellettem trélelen egy angol terepjárót. Kotros Gyuri küldte nekünk. Ez az, adjatok neki végre. M532-es Pest felé Inárcs után menekülteket tartoztak. Adtak fel a rendőrök, körbeállták őket a lejáratosában, várják az elszállító autót, gondolom R32 küldte ezt nekünk, köszi. És Oroszlán környe között most borult árokba egy kamion, nincs még baj, halad a forgalom. Na. Az egyre tetszett ez az SMS, van ez a tipikus forma, mint Miklós Kótajban, aki addig, amíg be nem nyomja a deci konyakot, addig közlekedik veszélyesen, mert hogy neki kell ahhoz, hogy normálisan egy helyre billenjenek reggel a dolgok, kell az a decik. Visszaállítod a szintet, és akkor onnantól kezdve meg vagy egész nap alatt. Olyankor egyenesen bringázol, munkahelyen rendesen dolgozol, de addig... Nem az a baj, ha iszik, hanem az a baj, ha nem iszik. Kicsit függő. Na, minden faluban van egy ilyen arc, nem? Há, vagy több is. Mert több is már, úgy tudod, megy, hiszik, ott van, ott nyit a kocsma, vele zár a kocsma, vele nyit a kocsma. Hát én szoktam látni ezeket a brigádokat gyülekezni reggelenként, mennek, most nem akarok sztereotípiákban gondolkodni, de hogy látszik, hogy építőipar, igen, és akkor tudod, kis csavaros kifli,
és dobozos sör. És akkor indulnak, érted? Védőital megvolt, mennek falazni. Ja, az kemény azért. Csavaros ital. Csavaros ital. Igen. Csavaros kiflim. Azért minden reggel ezt benyomni, gyerekek. Szóval egy ideig az bírod, de azért egy rövid, egy sör. Azért az kemény. Hát, nyomodhat. Ha csak így tudják húzni azt a falat egyenesre, akkor... Ha nélkül. Szerintük. Igen. Na, orvos a mobilban, gyerekek, hát ez egy jó dolognak tűnik. Egy új telefonos alkalmazásban mi magunk is rákereshetünk, hogy mi lehet a bajunk, és gyógyíthatjuk magunkat orvos meglátogatása nélkül. De jó! Jó Isten, mentsen meg ettől bennünket, de hát ezt most már azért sokan csinálják, ugye? Hogy mire az adokihoz mennek, addigra már kompletten hát felállítják azt, hogy mi a baj, elmondják magukat, és tulajdonképpen megtanuljuk magunkat diagnosztizálni. És bemennek vitatkozni az STK-ba. Bemennek vitatkozni az orvos az STK-ba. Többfélét is felállítasz magadról, mert ha bármit beírsz a netre és rákeresel, akkor legalább ötféle véged van. Igen. Tehát ötféleképpen fogsz meghalni. Az ötből négy halálos. Igen, egyet mondjuk megúszol, és ezzel mész be a doki, azt szerintem a dokik ezt már utálják. Azt mondja, ne mondjon semmit, majd én megmondom. Igen, ez az alkalmazás, ez egészen egyszerűen arról szól, hogy beírod, hogy mi bajod van, beírod, hogy milyen tüneteid vannak, és hát a fejlesztők összegyűjtötték az előfordulásra, diagnózisra, okokra, tünetekre, megelőzésre, kezelésre vonatkozó tudnivalókat. Tehát tulajdonképpen, ha te beírod a tüneteidet, akkor kiírja neked, vagy leírja neked, vagy megmondja neked, hogy mi a bajod, hogyan lehet gyógyítani, és mit csináljál, hogy meggyógyuljál. Ez persze nem ment meg attól bennünket, hogy elmenjünk orvoshoz, de hát nyilván minden családban van azért olyan ember, aki szereti magát diagnosztizálni, és kicsit hipohonder, és valamilyen betegsége van, már üvöltözni kezd, hogy ja Istenem, mind meghalunk. Na hát ez a program megment bennünket ettől az embertől, beütött, hogy mi baja van, és megmutatod neki, hogy nem fog meghalni, nem fogsz meghalni, életben maradsz, csak használd ezt a programot. Nyilván ezt a dokik utálják, ha a betegek diagnosztizálnak, és úgy mennek oda, hogy okoskodnak, nekünk viszont jó lehet, hogy rájöjjünk, mi bajunk van. És ha állapénzt kinek küldöd, az applikáció fejlesztőjének? Az applikáció fejlesztőjének, igen. És gyógyszert is ajánl, hogy ezt kell szedni? Vajon? Nem hiszem. Gyógyszert nem ajánl meg, hát azt úgyse tudod beszerezni igazából, ha vényköteles. Tehát azt nem hiszem. Kázt, kötelet, borotvát. Viszont minden mást, minden mást ajánl. Így van, igen. Hát nagyon jó, szóval ez. Dr. Android, hogy mire lehet, mire kell rákeresni? Most kicsit szomorú vagyok egyébként, mert hogy nem Apple Store-ból ez még nem letölthető. Akkor elárulom, hogy ez miért van neked. Mert rajtunk kísérleteznek már meg. Így van. Használjátok csak androidosok, aztán majd kikísérletezték a program összes hibáját, meg lefejlesztettük, meg lefrissítettük, akkor megkapjuk is Apple Store-ra. Még a profi felhasználó, akkor jut hozzá addig. Így van, addig tiltott. Csak jelzem, hogy minden civilizált országban tilos az ember kísérlet. Ki az, aki diagnosztizál így? Hát van valami a gyerekkel vagy magaddal, azért csak rákeresel interneten. Uh-huh. Tehát ma már azért ez nem ördögtől való, hogy nem rohansz egyből orvoshoz, hanem kicsit megnézed a tüneteidet. Hát nyilván 100 fórum 100 féle maraságot ír, egyre jobban összezavarodsz. De sokan csinálják, hogy van valami tünete a gyerekednek, neked, találsz valamit magadon, hát nem mész el egyből orvoshoz, rákeresel az interneten. Te rettegős vagy? Ilyenkor? Én egyáltalán nem. Tehát egyáltalán de nem. Rászokták keresni, vagy orvost hívsz? Hát a gyerekkel van valami, vagy látok valamit, igen, akkor, vagy összetettebb a dolog, akkor igen. De nálunk a béka a nagykereső, tehát bármi van a két gyerekkel, akkor azonnal leül, beüti, és látom, hogy fehéredik. Mert ilyenkor, ráadásul, hogyha fölteszel kérdést mondjuk Facebookon, vagy bárhol, akkor ugye rögtön jön a jó akaró. Na, hát a szomszédnak pont ilyen volt. Szegény gyerek. De hát az egy hónapig feküdt a kórházba, és így látod, hogy így megy le a vér a nőből. És mondom, hogy figyelj, Szívi, nem kell mindent elindítani. Hogy hívjuk fel az orvost, mert van egy ismerősünk, akinek ez a szakmája, hogy gyerekorvos, tudod? Elmondjuk, és akkor ő megmondja, vigyük, ne vigyük, csináljunk vele valamit, ne csináljunk, ne pánikoljunk. De nem, de figyelj, a Katikának van egy gyerekorvos ismerőse, ő is meg. Mondom, nem érdekel, hívjuk fel az orvost, ne izé cseteljél. Állandóan ilyen. Hát meg ezekre nem megbízhatók ezek az applikációk. Ott van a megbízható gyakori kérdések. Hát emlékszünk abból majd szemezgetünk. Ott azért, még ott azért én azt gondolom, hogy meg lehet találni a dolgokat. Tehát az van, hogyha mit tudom, valami baj van a gyerekkel, akkor a béka csak beírja, hogy tiszta apja, és utána tegy entert. Aha, és akkor már is tudjuk, hogy mi a gond, mi? Üssünk be akkor valamit. Mit mond ez az applikáció? Hogy kell ezt kezelni? Tehát azt mondja, üss be a tünetet, és azonnal kiadja, hogy mi bajod van? Ha én letöltöttem, halálosan egyszerű az egész, ahogy elkezdett beütni a betegségnek nevét, ő feldobja neked a megfelelő opciókat, amik abban a kategóriásnak, meg hát a betegségnek. De hogy a betegség nevét, tehát ő nem tüneteket kell beírni, mert a cikk azt mondja, hogy tüneteket írjak be. Várjál, azt mondja, hogy van egy tünetes is. Na, hát akkor tüneteset nézem. Várjál. Na, a betegség nevét nem tudom, hát lassú. Én azért...
Ja, igen, hát igen, gyerekek, ja. Adjátok oda az appnek a nevét, na, és akkor figyelj. Picit felpörgünk. Van itt rögtön, ami azt mert ugye a betegség nevét nem tudom, tehát én a tüneteimet tudom, és az alapján akarom, hogy a program nekem segítsen. Ha egyből a betegség nevét írom be, akkor doki vagyok. Vagy ez arra jó, hogy latinul az orvos megmondja, hogy mi itt a baj? Nem, a latint azt nem, szerintem a magyar, a betegség magyar elnevezése, illetve tényleg, hogyha tünetekről van szó, hát nyilván itt számít az is, hogy hogyan van megfogalmazva az a bizonyos tünet. Várjál, keresek valamit, ami mondjuk adott esetben Balázsra is igaz lehet, azt mondja, hogy 38 napnál hosszabb ciklus, a gárd görcsös állapot. Szerintem az jó. Várjál, ja, igen, itt van Ferid és valami acetolos lehet. Na, figyelj, nézzük meg, tessék. Hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy Ferinek néha acetonos a lehellete. Aha, na. Figyelek, nagyon. Azt mondja, hogy... Hogy megitta az acetont. Jó, nézzük csak, megint azt bele, mondja, megint hogy... Megint beleívott az ablakmosóba. A kézgennyesedései. Ó, oh. Oh, ne. De most ezt azt is... Agy daganat, agyér katasztrófa. Ajak herpesz. Hát most én azt gondolom, hogy... De az acetonos lehellet? Aha, igen. Na de várj, menjünk rá a tünetre. Akár. Tehát írjunk be egy tünetet. Na látod, hogy te is mire fűztél rá? Véletlenül sem. A ajakherpeszre. Hogy hívják az ajakherpeszre, hanem az agydaganatra. Szerint kell kikeresni a tüneteket. De persze, piros pöttyök a makkon, tessék. Azt mondja, hogy... É, mint piros. Hogy a pöttyös makk az nem elég. Tessék, én tínédzser vagyok, és nem merek elmenni orvoshoz. Nem akarok elmenni orvoshoz, félek, nem akarok ülni a bőrés, nem tudom, de meg akarom nézni, hogy én adtam tovább, én kaptam, a csajom csak hordozó, én vagyok a hordozó, és egyszer reggel fölkeltem, és pöttyök voltak a makkomon. Mit csinálja? Kétségbe esek, meggyógyul magától, nem piros makk. Két kával. Szigorúan nem ad ki rá semmit. Nem ad ki rá semmit. De a piros makk az nincs meg még egyelőre, úgy látszik, hogy ez túl szemérmes ez az applikáció, ezt még nem merte beírni senki. Piros mogyoró. Figyelj, na, nézzük, van egy határmagyoró. Nézzük meg, piros mogyoró az nem piros durva. Hát, piros mogyoró. Na. Piros mogyoró. Igen. Szerintem a mogyorót nem ismeri. A mogyorót azt nem ismeri, viszont mi van. Az, hogy nem ismeri? Akkor duzzadt herék. Várjál. Na, tessék. Pedig már ennyi baj van? Nyilván álcázom a dolgot, ezek mind a saját problémáim. Piros köbök a bőrön, az már megvolt, és akkor azt mondtad, hogy duzzadt herék. Vagy írd be, hogy mit tudom én, feszülő nemiszer. Duzzadt here, na. Már a második, úgy látszik, ezt rögtön beírták. Azt mondja, hogy kettő darab betegség. Az egyik az a hererák. De van itt valami, ami szerintem nem annyira borzasztó. Ez pedig nem más, mint a here csavarodás. mi a here csavarodás? A herecsavarodás első tünete egy hirtelen jelentkező nagyfokú fájdalom, azaz az ondózsinór véletlen megcsavarodása, minden esetben heves, villámcsapásszerűen megjelenő fájdalommal jár, emiatt ébrednek rá föl a férfiak. Hirtelen jelentkező fájdalmat követően megduzzad, megnagyobbodik maga a here is, milyen távolságtartalma, általában pedig még följebb is húzódik. Emellett azt mondja, hogy... kemény tapintatúvá válik, és megszakítás nélkül nagyon fáj. Egyéb tünete a herecsavarodásnak általában nincs. Aha. Ez megnyugtató. Kemény és nagyon fáj. Ez megnyugtató. Kemény és fáj. Kemény és fáj. Ez megnyugtató egyébként. Írja valaki, hogy a pöttyös az igazi, úgyhogy attól nem kell megijedni. gyerekek, igen, hát minden családban van igazi nagy hipohonder, nem? Aki gondolom, hogy azonnal temeti magát, temeti az egész családot, és szétzsibasz mindenkit azzal, különböző születésnapi partikon, karácsonykor, családi összejöveteleken, hogy éppen most mibe fog belehalni. Ez egy ideig vicces, egy idő után azonban baromi fárasztó, kihullik két szál haja, és biztos, hogy nem tudom, mert daganata van, kicsit nem tudom, viszket a bőre, és már biztos, hogy rákja van. Vagy valami komoly, nem tudom, szervi rendellenesség, hogy keressük azon családtagokat, akik tényleg elviselhetetlenül hipohonderek, jó? Írjátok meg nekünk, hogy mit csinál, és mivel fáraszt benneteket. Igen, beüti a könyökét, lesz egy véraláfutás, de az nem, az melanóma. Tényleg, nektek így az 50 felé, mitek fáj reggel? Már? 40 csak, mink tehát nem. 40 gyerekek, után közelebb kicsit. Vagytok az 50-hez, mint az Arnold. Igaz, az sőt, közelebb vagytok az 50-hez, mint a 40-hez. Így van, de nem azt mondjuk, hogy az 50-hez vagyunk közel, hanem, hogy most múltunk 40. Így van, közelebb vagyunk a 46-hoz, mint a 45-hoz. Most jöttem rá, hogy pár év, és közel veszek az 50-hez, mint a 30-hoz. Ez nekem ugye már régen elment, de hogy nekem még 2-3 év, és már az 50-hez vagyok közelebb, mint a 30-hoz. Most még közelebb vagyok a 30-hoz, mint az 50-hez. Ez igaz, de 40-hez közelebb vagy, mint a 30-hoz. Így van. Ugye? Két év, vagy három év, és közelebb leszek az 50-hez, mint a 30-hoz. Szerű.
Ti már ugye, hát, ahogy szoktam mondani, jobban féltek a dugástól, mint a veréstől. Nem. Hát, te most, hogy mondod? Tehát ebben a korban már tudom, hogy mit éreztek. Higgyetek el, ha már így ráfírtattál, én egyiktől sem riadok vissza. Szóval mi van? Tényleg igaz, hogy már úgy kicsit úgy kell az ember? Hogy 40 úgy, fölött, majd meglátom, hát, persze. Nem 40 fölött, nem, azért nem próbáljuk visszanyomni, igaz. Gyerekek, mondjuk így 45 környékén, hogy már így kicsit így itt fáj, ott fáj, vagy reggel ugyanúgy kipattansz, és ugyanolyan olyan fit vagy. Mert nem meséljetek erről, én nem tudom. Igaz. Hányszor jártok pisilni, tessék? Éjszaka. Hetente. Hogy vagy? Igaz, hogy 45 felé az ember már azért úgy nem csak a kakassal kell először? Ha értitek, mire gondolok? Aha. Hogy így éjjel egy, negyed, három, fél, öt, tehát vannak ilyen tünetek? Hogy hát, nem? Nem, tehát hogy na, a rendszeresség az megvan. Igen? Tehát, hogy a rendszeresség az megvan, arra kell csak nagyon figyelni, hogy mindig a megfelelő ponton nyomjat, hogy nem, ki jöjjön megfelelő, mennyiség. Arra kell figyelni, hogy ki éri a butiba, legyünk őszintén. Néha már el se indulok. Mi már kacsával alszunk. És úgy, hogy rá van kötve, az a biztos. Őszintén, srácok, na tényleg többször keltek már? Van már, hogy reggel kicsit recseg, ropog, már úgy elalszod, már úgy nagyon fáj, kell egy pár perc, mire, hogy elindul a vérkeringés, kicsoszogsz a fürdőszobába, nyújtózkodsz egyet, úgy maradsz. Csak annyit mondok, hogy nekem nem betétem, hanem tenna ágy nem. Na de most még mindig nem válaszoltok, tereltek, tehát tényleg hányszor keltek éjszaka? Ott látszik, hogy van-e már valami kezdődő. Fizikai elváltozás. Nem, brúzügyileg semmi gond. Semmi? Végigalszod az éjszakát? Nem, hát nekem a derekam. Na. Nekem a derekam. Reggel kicsit elmacskásodik? Aha, kicsit így derékszögből megyek ki, és így azt gondolják, hogy én nagyon tisztelem a családot, nem erről van szó. Tudod. Tehát, hogyha lenne a hátamon egy rőzsényalap, meg a kezemben egy alma, akkor a gyerek azt is érni, hogy még apámből már kinőttem, vagy már azt az százszor olvastam a hófehérkét, nem eszem bele az almádba, apa, tudom, hogy mérgezett. Terít el, hogy kipattasz, nyújtózkodsz egyet, és azt mondom, újra egy csodásabb, induljunk neki, vagy már azért úgy... Nekem a reggel ébredés semmi bajom. Egy csörgés az órán, paf, és kiugrom, de a kiugrás után te ott van az, amit a Jani is mond, hogy mire összekapod magad. Hogy visszalövik a rajtot. Hogy vissza, próbáld meg újra, és hamarabb kezdesz el fáradni. Azt el, és mindenben. Mármi, hogy hívod a liftet? Vagy hogy? Tehát hol érzed először? Hát, hogy nem mész fel az elsőre, másodikra, már ott nyúlsz a hívógombon. Sose mentem. Az van ez a hívógomban. Igen, tehát a lift hívógombjáig való elérés is már nehezebb. Tehát fizikailag érzed már, hogy egy kicsit hamarabb fáradsz. Nem bírsz annyit, romlik a köridőd, romlik a teljesítmény egy csomó mindenben. Ott is elárulom. De kettőtök közül inkább téged tudlak elképzelni hipohonderebnek. Tehát, hogy aki rákeres, aki megijed, akik... A Jani nem, Janiról ezt nem gondolnám. A Janiról? Inkább ő a hipohonder? Igen? Hát, ha valaki, hát az ember, aki retteg mindentől... Keresel betegségekre? Én csak attól rettegek, hogy kiszárad a könnyököm, azért kenegetem. Na látod? Hát ő kenegeti magát. Ő veszi be minden reggel a kis kapszuláit. Ki van készítve a konyhapultra, nem? Igen, hát van egy dolog, amitől én tényleg komolyan félek, ez pedig a stroke. Tehát, hogy ez sajnos, ez úgy kevés folyadékot fogyasztok, és emiatt picit sűrűbb a vérem az átlagos. Lát, ezt a múltkor is ugye megállapítottuk, amikor kiderült, hogy a vérlemezkeim így ilyen izébe össze vannak ragadva, ilyen hogy hívják, ilyen rolniba, és elég furán néz neki. Én attól egy picit tartok. És van egy elősztrók gyógyszered? Tessék? Elősztrók gyógyszered? Nem, életbiztosítás. Hát de jó, de csak a család fog örülni, de nagyon. Hogy ettől félsz? Igen. Ennek nézed a tüneteit, olvasod? Azt figyelem. Tehát, hogy pánikszerűen elkezdek kiszorított mennyiségű folyadékot fogyasztani, meg a fokhagymát, meg mindent, ami értágító hatású. Hát, de ha félsz, az tudod, mit jelent. A magra viagra, igen. Az összes mindent kapkolok be. Arra fél, hogy eredetit szedjél belőle, legalább ne hamisítvány. Nem, az a baj, hogyha félsz, akkor kicsit tudod, azzal azért úgy nagyjából meg is teremted, és be is vonzod. Egyébként a félelem az fénysebességgel hasít bennünket azon dolog felé, amitől azért így nagyon félsz. Ezzel tehát, meg is fogtad amúgy a dolognak a lényegét, mert hogy általában megszoktam, tudom, azért tudod, hogy nem beszélek mellé. Kicsit sokat beszéltünk az elején, de végül is tényleg kiukadtuk oda, ahova mindig adok, hogy iszonyatosan okos vagy. Hogy tényleg arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek nem csak a környezetüknek a hangulatát mérgezik meg ezzel, az állandó nyavajgásukkal, meg azzal, hogy mindig beleképzelnek valamilyen tünetbe, valamilyen drámai, végkimenetelő halálos betegséget, hanem ténylegesen meg is betegítik magukat.
Mert hogy szét izgulják magukat, és akkor rámegy a szívük, rámegy az idegrendszerük, és ebbe betegednek bele, hogy állandóan azt keresik, úristen, most ez miért? Jaj, miért szúr a bal mellkasom? Jaj, Isten, a fejem, jaj, ez egy közeli sztrók, ez egy szívinfarktus, Istenem, a lábaim, miért ilyen macskás? És akkor behúzza magának? Biztos érszűkület. Igen. Hát nem tudom, anyám szomszédja Matil néni, most 97 éves, azt hiszem. Mi a titka? És 32 éve hallgatom azt, hogy Ferikém, nekem az a két év, ami még hátra. Abba még bele kell, hogy férjél te is. Isteni az almás pitém. A friss eperkelyhem. Tényleg az neki. Igen, friss az almás pite. Az almás pite. Isteni jó. A titka, elárulom, reggel átjön anyámhoz, levernek egy 3 centes, isznak egy kávét, aztán eldumálják az időt, addigra meg is érkezik a délutáni 3 centes, azt megy tovább a nap. Hát most ennyi. És mondom, 95 vagy 98 Matil néni. És minden évben két évre eltemeti magát. Hátra van Ferik. Azon a néhány éven, ahogy eddig is áthúzza majd az ingyen pia szerintem. Itt inkább erről lehet szó. Azt hiszem az anyukája 107 éves korában ment el. Aztán szólt neki a szomszédom is, hogy jól el, hogy te is fizetnél valamit a piába. Akkor ment el szegény. Ne, szóval áthoz ő is. Helesben nyomják, persze. 107 év. Atya úristen. Nem tudom, 105 vagy 107, már nem emlékszem. Atya úristen. Na azért az nagyon kemény. Na, drága hallgatóink, írjátok meg nekünk, akkor tényleg keressük meg a legnagyobb hipohondert az országban, a családban. Mivel zsibbaszt benneteket, mit csinál, hogy megy a rokonok, barátok és a család agyára az az ember, aki minden pillanatban eltemeti magát, minden pillanatban jaj, veszékel, mindig bújja az internetet, és olyan diagnózisokat állít fel saját magáról, aminek nyilván semmi köze a valósághoz, de mindig a legrettegettebb betegséget találja meg önmagára, és állítja azt, hogy neki tényleg csak hónapjai vannak hátra. 7:30 pontosan jövünk az SMS-ekkel, Ákos híre jutam. Jaj. Járjatok, rakom. Na, itt vagyok. 3:48 lesz pontosan. 6 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek. Rövid technikai közlemény. Így van. A 4-es vágányra. Valami érkezik. Technikai közlemény. 0676 45 00 00-as SMS számra. Most valaki küldje azt, hogy próba. Én már nem kell az előbb. Nem működik az SMS falon. Így van, meghalt az SMS falon. Nem működik az SMS falon. Hozzák be Cetlin akkor. Úgyhogy küldjetek füstjeleket és postagalambot. Jó? Mert hogy megadta magát a fal. Ez a helyzet. Te mondd ki a varázszót. Azt most nem tudom, mert azért megbüntetnek. Nem, de úgyis nem. Ezerszer mondtad ki körülbelül. Mi az? Mert akkor el fog indulni. A fal. Ja, induljon a fal! Na, megkérdezem, frissítek egyet. Hányszor mondtam én ezt, hogy induljon a fal. Jött egy-két közlekedés, de tényleg arról van szó, hogy az elmúlt 15-20 percben valamiért a szolgáltató nem küldi nekünk át az SMS-eket, pedig biztos, hogy rengeteg hipohonder. Uh-huh. Hipohonder van a családotokban, és biztos, hogy rengeteg SMS-t kaptunk, de nem látjuk ezeket. Téma irigy a voda. Téma irigy a szolgáltató. Nem jönnek át, úgyhogy egyelőre ne küldjetek, jó? Mert valahol az éterben ezek eltűnnek most jelen pillanatban. Úgyhogy inkább telefonáljatok, jó? 555-55-00, ha valaki szeretné elmondani, hogy ki a leginkább hipohonder a családban, mivel megy az agyatokra. Addig gyorsan egy-két közlekedés, M0-ás Megyeri híd Budára baleset és haladás csak lépésben, csasszi, ez még akkor jött, amikor egyébként működött a fal, valamint Komárom határában a 13-as úton fekete Seatból mérnek, Vákum doktor küldte nekünk jó utat mindenkinek. A jó mindenségüket. Egyébként szerintem az ilyen internetes ilyen megfejtéseknek, meg az ilyen telefonos applikációknak legkevésbé az orvosok körülnek. Tehát, hogy amikor te felkészül a kedves beteg, aztán elmegy az STK-ba, elmegy a körzeti dokihoz, elmegy ide, elmegy oda a szakemberekhez, azokhoz, akik ezt adott esetben, mint tudom, 4-5 éven keresztül tanulták, aztán meg még 4-5 éven keresztül, meg 20 éven keresztül művelték ezt a gyönyörű hivatást, amit úgy hívnak, hogy orvososkodás, és akkor szépen elmentek oda, és utána elkezd okoskodni a kedves beteg, hogy ő már pedig ő azt olvast az interneten, hogy és hogy leáll vitatkozni, és az leáll a legszebb. Aki mondja, hogy de higgy el, ez egy mandulagyulladás, tessék itt a... Hát igen, de ennek szerintem most sokszor az ellenkezője is igaz, amikor viszont a hülyének néz a doki, és közben neked van tapasztalatod, valahonnan olvastad, hallottad, mondta neked, és nem biztos, hogy mindig hülyeséget mondasz. Tehát az okiban is azért sokszor, honnan tudod, te hülye vagy? Tehát, hogy sokszor tapasztalom ezt a hozzáállást, és ezen például, amikor mi a gyereket visszük orvoshoz, vagy vittük sokszor, és mondtuk, hogy
Hát másik doki már kivizsgálta és javasolt. Hülyeség. De biztos, biztos, hogy nem. Hát ki volt az a doki? Na, hát ez, és annyira igaza volt, mint az állat, tudod, csak hogy te közben ugye nem az ő véleményét fogadtad el, vagy szembe mertél szállni, vagy azt merted mondani, hogy de doktor úr, talán ez irányba nem kellene, mert hogy javasolta nekünk egy valaki vagy a családban, vagy ezt már végigjártuk, és ez a dolog bevált. És akkor megy a másik orvos cinkelése, vagy azt mondja, ne haragudjon, ez nevetséges. És aztán egy hét múlva kiderül, hogy ő mondott akkor a baromságot, és nem akarja elhinni, amit te mondasz közben, azért lehet igazad. Szóval, hogy ez is átalakul. Én nagyon hívő típus vagyok, tehát, hogy én bemegyek és elhiszem neki. És imádkozom. Bármi ránézek a falra, mögötte ott van a diploma. Érted? Még ha más nevére is szól. Szögre akasztó. Doktor nő ül velem szembe is, doktornak szól. Igen, és az, hogy a Jumeiho masszázsról szól, vagy és vérmasszázsról, kim van a falok, azt helyzet nagyon komoly emberrel állt szemigére. Reflexológia tartmasszázsról. Azt is elhiszi az ember. Igen, hát változik. Szerintem ez ma már egy ilyen beteg-doki együttműködésen alapszik. Tehát ma már az orvosok se utasíthatják el azt, amit a beteg mond. Persze nyilván, ha okoskodó és teljesen hülyeséget beszél, akkor ez a dolog azért így ebben a formában nem állja meg a helyét. De hát sajnos erre a dokiknak is fel kell készülni, hogy... Igen, csak képzeld el, hogy te tanultál hosszú éveket, ott ülsz, és láthatóan baromsággal jön hát be. Nyilván valaki. Az marha nehéz lehet. Én most itt rámentem a kedvenc topikunkra, ugye azzal kezdtük, hogy egy applikáció a János telefonján nekünk segít. Dr. Android. Dr. Android, és hát emlékeztek a gyakori kérdésekre nagyon sokat. Na most orvostudományban is ugyanolyan mélyen szántó dolgok vannak, mint annak idején, amiről beszélgettünk. És itt is az történik, hogy feltesz valaki egy kérdést, és boldog-boldogtalan ír rá minden baromságot. Most ilyet elolvasol, vagy feladodott azonnal, és azt mondod, hogy halott vagyok, vagy ezzel bemész az orvos, az, aki röhögni fog. Igen. Itt van velünk Laci, aki állítása szerint hiponder. Laci, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia. De legalább te tudod magadról, hát akkor ez már így fél siker, nem? Vagy út a gyógyulás felé. Igen, már próbálom magam kisgyógyítani ebből az egészből. Az egész pedig úgy kezdődött, hogy egy fogászkezelésen antibiotikumot tettem, ami után olyan hasmenés tört rám, ilyen több hónapon keresztül konkrétan felező vonalat fostam a járdára. Na, hát köszönjük, hogy ennyire őszinte vagy. Igen. Elmette az orvos, az orvos megállította végül is, hogy semmi komolyabb bajom nincsen, de én már pedig ugye Google felkutat, a diagnózist felállít, én nekem vérrákom van, vastagbélgyulladásom van, utána ez is volt természetesen valós. Na utána én nekem vakbegyodásom van, mert már fáj a jobb oldalam görcsösen, háromszor voltam kórházban miatt, persze a vakbelem még azóta is a helyén van. Mondjuk van baj bőven, tehát azért van baj. Így van, hát a végén megállították, hogy konkrétan maximum hülye vagyok, ennyi bajom van. Semmi komoly, hála Istennek. Ez egy rettegés volt az életed eddig, mire idáig eljutottatok? Tehát így nagyon bele is éli magát egy hipohonder? Teljesen az a baj, hogy az ember, hogy olvassa az internetet, teljesen szerintem így magából is beszélje, hogy már pedig ő neki biztos, hogy az a baja. Az orvosodnak nincs igaza, én nekem van igaza, mert nekem ez a bajom. És azóta se gyógyultál ki ebből? Tehát azóta se ennyire hipohonder vagy? Hogy történik valami, azonnal temeted magad? Nem, tudatosan kerülöm az internetet. Már most... igazából elmondták azt nekem olyan emberek, akik ebbe benne vannak, orvosok, ásnak vannak ismerősök, hogy már a gyökrébe folytjuk el, amikor bajom van, az internet egyből húzzam ki a gépből. De elrohansz doki, vagy megfájdul a fejed, akkor azonnal irány a doki, vagy megpróbálsz először, mint valami gyógyszert beszedni rá, és ha nem hat, akkor mész? Elsőnek szimplán gyógyszer, ha nem hat, akkor húzamosabb ideig, akkor elmegyek az orvoshoz, de az interneten már beszélom azt, hogy fejfájás, mert tényleg akkor az ember ötször meghal. Mi fáj most a fejed? Tényleg, most van valami panasz egyébként? Most hogy vagy? Most már megnézzük most, az applikáción. Igen, most úgy semmi. Most úgy teljesen jól vagyok, annyi, hogy reggeli fáradtság, de ez már igazából... Reggeli fáradtság. Aha. Hát az... És ugyanakkor... Komoly baj. Komoly baj. Mondjad, Feri. Hogy az a duzzanat meg nyilván elnyomja a fájdalom érzékelő receptorokat nálad. Na jó, van mindegy. Én elmennék orvoshoz. Valószínűleg vérszegény vagy egyébként, igen. Hogy bírja a család, hogy ennyire hiponder vagy? Rosszul. Többször a fejemhez is vágták, de végül is mellé mártak is segítettek ki lábalni ebből az egészből. Igazából mindenkinek azt látom, hogy fejbe dől el minden.
és ez nagy szlogennek tűnhet, de tényleg így van. Persze, az én dumám. Hát hogy? Hogy abszolút. Lá, igen. Hát ez... tényleg így van. Igen. Jó, van, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Plakátragasztó vagyok. Begyógyász. Plakátragasztó? Így van. Melyik így oldalon van. Ragasztod a plakátot? Tehát kinek? Két farkunak, vagy most hol? Jaj, nem, hála Istennek, már vége van ezeknek a plakátoknak. Rohangáltunk jó sokat miatt, vitt a javítgatni, hála Istennek elég volt már belőle. Ja, ti javítottátok a megrongált plakátokat, tényleg? Így van, igen, mert azt mondom, nagyon sok ember nem lát, mert ezt mi egyszer kirakjuk, nekünk azért egyszer jár pénz. Utána, hogy ez bárki letépi, senki nem érdekel, hogy az miért akart le, nekünk az díjmentesen javítani kell. És mentek visszajavítani. És azt mentünk, visszarohangáltunk, volt ilyen plakát, amit ötször kellett visszaragasztani, mert ugye már megrendezték. Ez nekünk a negatív oldala. Olyan nem volt, hogy az Demeter Endre is azt mondta, hogy rongáljuk az állami tulajdon? De konkrétan nem most, de kampányidőszakban volt olyan, hogy nem akarták engedni újraragasztani a plakátot, hiába volt ott nála munkalap, minden. Úgy kellett nem magyarázni a rendőrnek, hogy egy plakát addig van kint, ameddig bérelik a felületet. És nem engedte? Hát nem engedte. Fejlett az adataimat, nem engedte, és utána a cég valahogy lerendezte. És most, amikor visszamentél javítani ezeket a plakátokat, nem jött oda rendőr? Hogy rongáló vagy? Mert ugye a plakátokat őrizték sokáig. Így van, rendőr nem jött oda, egy nénike jött oda, hogy én nem szigyelem el magamat, hogy ilyet kirakok, meg hogy a külsőre, hát az azért kaptunk hideget, meleget, de hát utána nénike megértette, hogy ez nekünk csak munka, attól mi nem éltünk két a dolgokkal. Nektek kénytelenek vagytok kirakni. Persze. Nektek ezt el kell végezni. És ma is mész ragasztani, vagy ma szünnap van? Úton vagyok pont. Úton már hajnal 3 óta, már azt vártam, hogy mikor kezdődik végre a műsor, legalább addig is hallgatom. És annak már utána néztél, hogy a ragasztó szag beszívása, az mit okoz ragasztóanyaggal a dolgozás, hogy egész napot kened, beszívod ennek az illatát, szagát, ezt elolvastad már? Nem olvastam még. Még nem, ez úgy kimaradt az életemből. Hát akkor nézz utána azért ennek is, mert az is egy... Az a baj, akkor sokáig lesz a kórházban megint. Aha. Elolvasod, amit ír az online, és azonnal elkezd fájni a fejed, igen. Így van. Na jól van. Hát akkor jó ragasztás neked, jó? Köszi, hogy elmondtad, Lacikám. Vigyázz magadra! Szia! Ciao, hello. Hát komolyan, néni. Mit csinál maga? Nem szégyeli magát, hogy kirakta? Jöjjön le onnan! Ezeket a menekültes plakátokat, jöjjön le onnan, mert felmegyek! A pofájáról a bőr! Felmegyek azonnal! Na jó, SMS falunk egyébként továbbra sincsen, úgyhogy egyelőre ne küldjetek SMS-t, jó, mert nem fogjátok őket visszahallani a műsorban, úgyhogy egyelőre tényleg ne küldjön senki. De ott van az applikáció, ha kíváncsiak vagytok valamire, akkor nézzétek meg, vagy gyakori kérdések, most rákerestem egyre, szőrös a seggem, mit tegyek? Válaszok? Válaszok. Na, egy kicsit tessék, jöjjenek a gyakori kérdések. Okay. Fenőkővel súrolgat, rasta vagy afrofonat, esetleg borotvájban vintát. Miért pont arra keresi, hogy szőrös a seggem? Lehet, annyit írtam be, hogy seggem. Gyakori kérdésekre? Igen, hát vannak ennél extrémebbek is, amikor valaki beleszorult például egy fülhallgató, és azért hát érdeklődik, hogy ki jön, vagy menjen vele orvoshoz. Mert amikor húzta kifelé, leszakadt a vége. Hogy kellett az bedugni ahhoz? De hogy érted? Tehát, hogy de minek? Igen, én csak ezt találtam. 15 leszek nyáron, 17 cm, 13 cm, 13 cm a péniszem, 5 hány éves korig? Nő? Mire az első hozzászólás? Kép. A másik, ne küldj képet. Az elküldött adatok és a kérdés között milyen összefüggés van, kérdezi valaki. A kamaszkor, illetve a nemi érés befejezéséig van növésben, igen? Ez egy érdekes dolog. Amíg reménykedtél még, vagy? Szerintem, ezt most kell megtudnom igazából, én coastokkal megyek fürdeni, de egyelőre nincs változás a rohadt életben. Azt hittem, hogy az élet olyan, mint a fül meg az orr, hogy életünk végéig. Most kell megtudnom, hogy ennek a kamackor végén vége van. Hát szörnyű. Én maradtam tovább, és a kedvenc témakörömnél. Következő kérdés, egészséges a seggem? Mivel gyakran szörös és bepárásodik, mit tegyek? Válasz, párolj káposztát. Lehetne rovat egyébként egy héten egyszerre szemesgessünk a gyakori kérdések.hu-ról. Na játszunk Óven bácsival és Beru nénivel, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét.
De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Mi van, csajok már nem akarnak játszani? Péter, hello, jó reggelt! Hello, szia Balázs! Hello, ma pasis, pasis napunk van újra. Honnan hívtál minket, Péter? Csongrádról. És mit csinálsz? Hát most jelenleg majd megyek az autószerelőhöz. Na, mi történt? Hát van egy kis baleső, egy kis fura hang, ami nem tetszik nekem, azt akarom megnézettetni. De az enyém nem akad le úgy, mint a tiédé. Uh-huh. Épp kérdezni akartam, hogy régóta arra van. Nem, nekem autóm van. Német, olasz, angol? Úgy mondom, hogy S betűvel kezdődik. Svéd? Skoda? Pontosan a második. Aha, Skoda. Skoda. Jó, jó autó, na. Jó, nem, az, nem, az jó, senki, nincs semmi, egyáltalán semmi baj. Ez német, német autó már. Hát igen, 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 német. Rendesen, rendesen össze vannak azok rakva, nincs, nincs azzal baj. Teljesen. Kivéve ott érdet, ugye? Jó, de hát most... Figyelj, mi tartsunk össze, tehát abszolút megértem a problémát. Na én is tagadt le, na én is maradtok. Figyelj, nem ragadtok, nem hagyott ott az autó, de az autópályán egyszer legalább családa nem éltél igazán. Tehát, hogy ezek, ezekkel kell a kalap. Jó, tegye fel a kezét az, aki még nem hallotta a márka szervizben, hogy így el a legmegbízhatóbb autó, 10 000-ből az egy. És az pont a tiéd. Igen. Te vagy a 10 000. Így van, véletlenül pont én vagyok a 10 000, ahogy elfordul az a hiba. Az szuper. Mivel foglalkozol egyébként? Húsipari munkás vagyok. Vagy rehentes? Pontosan. Jó, ne bonyolítsuk, minek? Hát hentes, jó. Persze. Hentesként, de jó hentesre mindig szükség van. Az jó. Biztos. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Figyelj. Az öreg kocsogós. Kis kocsogós, ja. A kávét főznek. Azt hittem, hogy nedvesedett Beru néni óra. Igen. Yeah. Egy kis rinospré, vagy valami segítene lehet. Igen, egy kis inhalálás. Na figyelj, mutatjuk, ez egy dal lesz most, jó? Tehát nem sorozat, nem főcím, nem filmzene. Sima egyszerű dalocska. Jó? Jó. Mehetünk? Mehet. Na figyelj, rövid részlet jön. Ó, hát ez... Nem is annyira nehéz. Le is játszhatnánk. Ez magyar, igaz? Biztos, hogy nem. Ez biztos, de akkor lehet, hogy még egyet? Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Úgy érzem, kész a kávé. Közelebb nézni. Lefőtt a kávé az első részből lefőtt. Tessék? Lefőtt a kávé az első bűtát. Le, abszolút le. Jön még egyszer, figyelj, hallgass meg. Okay. Nagyon gondolkozok itten. Jön egy hosszabb, akkor jön egy hosszabb részlet, és kivettük a bögrét. Ó, hát innen már ez. Ez valami a rockzene, biztos. Jó vagy. Ez rockzene. Nem ismerem a rockzenéket. Hát akkor megmutatjuk, hogy mi lett volna. Hallgass meg, jó, figyelj. Egy kis Nirvana. Nirvana, igen. Nagyon jó. Hát, nem ütöttem. Nem ismered, vagy nem szeretted nagyon? De, szeretem a Nirvana-t, de úgy, hogyha más nincs, akkor meghallgatom. Tehát inkább mást hallgat. Igen. Péter, hát ez most így sikerült. Ajándékcsomag nincs, viszont jót beszélgettünk. Köszi. Köszönöm, szép napot! Jó munkát, vigyázz magadra, ciao, hello. Na, hát igen, mondanám, hogy küldjetek friss közlekedési híreket, de ne tegyétek egyelőre. Jó, ahogy magához tért a falunk, akkor mondjuk, hogy jöhetnek újra az SMS-eket, csak azért mondjuk ennyiszer, hogy ne érezze senki, hogy elküldött esetleg közlekedési hírt, és nincs beolvasva, oka van, hogy miért nem tudunk most friss közlekedési hírt mondani nektek. Na, viszont mi folytatjuk majd 8 óra után méghozzá, ami drága Rékosi Karcsinkkal, aki ugye hát megjárta a poklot az elmúlt egy hónapban, ha lehet így mondani, június 30-án pont tőlünk ment el, és itt még beszélgettünk, vidámkodtunk, megmutatott egy nem akármilyen bűvésztrükköt, és utána rá két órára pont forgatásom volt, amikor olvastam ugye, hogy botor balesetet szenvedett, és intenzív osztályon van. És hát mindent hallottunk vele kapcsolatban, aztán ugye Pirossal, a Barátok és sajtósával sokszor beszéltünk adáson kívül, hogy mi a helyzet vele. Viszont most úgy néz ki, hogy tudunk vele beszélni, fel tudjuk hívni, és hát egyetlen utána járni annak, hogy mi van vele, hogy van,
mikor tud újra munkába állni, és mi történt vele az elmúlt egy hónapban. Olyan rossz volt aznap, mert pont még arról is beszélt, hogy ugye a motorozás, hogy mennyire szereti, meg ő azzal jár mindenhova, hogy gyorsan odaérjen, és akkor így még inkább érintettek voltunk ebben az ügyben. Én is, hogy olvastam délután a hírt, olyan furcsa volt az egész, mondom, reggel még itt azt mondta, hogy milyen jó motor. Igen, az egész ilyen nagyon háborzongató volt, és rá két órára pedig ezt olvasta az ember. Úgyhogy hívjuk Rékasi Károlyt, és vele beszélgetünk majd Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, egy jó kis Lenny Kravitz dal után. The Chamber, ez volt a dal. Neve, címe és előadója. The Chamber volt. Gyerekek, ez aztán egy igazi The Chamber volt. így júliusban egy igazi The Chamber. Nincs még hideg, de jön az a The Chamber. Nem sokára, úgyhogy hamarosan. Elégedett a karácsony és a The Chamber. The Chamber. Mezőtúr és Gyomendrőt között megindult a forgalom, Bundás küldte nekünk, és hát köszönjük az SMS-eket, újra visszatértetek, drága hallgatóink, itt vagytok nekünk, úgyhogy felállt a kapcsolat, és működik minden, megjavult a falunk, a szolgáltató újra elküldi az SMS-eket. Betette a harmadik lábát is Pilis Vörösvára, a fakabá, csak óvatosan, ezt Edit küldte. Köszi Edit. Csaba után Meggyes felé nagy autóbaleset van, 3 kocsi, ráadásul 2 az árokban, úgyhogy vigyázom mindenkit, tetsz a Bad Boys. Üzente nekünk, Tata és Győr között az M1-esen nincsen semmi baleset, és Trafipax mentes a pálya, jól járható, ezt Gergő üzente. Aztán MÁV nyugati átalakítás után 8 új jegyautomata, és abból csak 7 nem üzemel. Hát nem rossz, azért raktak ennyit, hogy akkor de gyerekek, apránként haladunk, nincs ezzel baj. Úgyhogy előbb-utóbb nyilván beüzemelik majd őket. Kár, hogy nem látjátok az üzeneteket, mert biztos, hogy én lennék a nap hallgatója. Csigu küldte nekünk, Csigukám küldheted az üzeneteket, látjuk, úgyhogy minden rendben. Aki az M7-esen megy, vigyázzon, mert a 132-es kilométernél most állítják fel a sebességmérőt mindkét irányban, vigyázzatok, lassan menjetek, és igen, hát nyilván mérni készülnek. Úgyhogy ez is fontos volt. Köszönjük szépen. Mondani akartál valamit? Ja nem, csak a Bad Boys már ugrott be, hogy Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do? Igen. What you gonna do with the come for you? Atyaisten, hát ezek születtek jó dalok. Hát de nem? Ezek nem voltak rosszak. Azért az a Will Smith film, az jó volt nekem, és az első, ez nagyon tetszett. Sose szerettem, tudom, melyikről beszélsz, a Bad Boys-ról, tudom, miről beszélsz, de nem szerettem igazán. Pedig az első abból az még valójában tényleg úgy nézhetőbb igen, volt. Igen. Na, ahogy ígértük, mi folytatjuk, és Rékasi Karcsit hívjuk pillanatokon belül. Ugye nagyon sokszor elmondtuk, hogy drukkolunk neki, és jobbulást kívánunk. Kedveljük, jó a viszonyunk, többször volt itt nálunk, szeretjük őt, és hát... Szomorú apropója volt az ő balesetének, ugye, hogy pont tőlünk indult el, és egészen fura módon tényleg hosszasan beszélgettünk még vele június végén a motorozásról, a motorozás iránti szenvedélyéről, és hogy nem féle, lehet-e jól közlekedni, és vigyáznak-e a motorosokra Budapesten, sokat javult a helyzet, elmondta, hogy mióta motorozik, mire kell figyelni, és hogy autóval ez a város élhetetlen, ezért választja a motort. Majd ugye 2 órával később tudtuk meg mi is a hírt, úgy, ahogy mindenki, hogy súlyos motorbalesetet szenvedett, és a Honvéd kórház intenzív osztályára szállították, lélegeztetőgépen van. Tehát egészen szörnyű híreket hallottunk, és hát a hideg rázott bennünket, mert hogy tényleg 2 órával ezelőtt még itt ült nálunk a stúdióban, és többek között megbeszélgettünk. Megvillanít Karcsi Copperfield. Így van, ugye hát ebben elképesztő, óriási volt. Bűvész trükköket mutatott nekünk, és elmondta, hogy hát ha a színészkedés egyszer majd zátonyra fut, ami az ő esetében nyilván nem való, színű, akkor akár miért ne tudná magát elképzelni bűvészként is. Tehát ez idézőjeles volt, persze ez inkább csak egy új hobbi, egyfajta szenvedély. Hát mi biztattuk is, hogy inkább maradjon a színészet. Igen, de nagyon helyes volt, hozott trükköt, bemutatta, és egy tényleg jó hangulatú beszélgetésen voltunk túl, aztán pedig egyszer csak teljesen váratlanul érkeztek a hírek vele kapcsolatban. És hát ugye aztán beszéltünk Pirossal, a Barátok közt sajtófőnökével, Böjte Pirossal,
hogy mi a helyzet vele, de most már azt halljuk, hogy jól van, jobban van, és ha minden igaz, akkor már otthon lábadozik. Hát, sőt, olyan tempóban javult az ember, hogy az mindenki csodálkoztam, vasból van, fogta magát a járókeretet, eldobta neki, ez nem kell, és csinálta a gyakorlatokat, vagy legalábbis ezt olvastuk. Úgyhogy igen, reméljük, hogy viszont ma, amit olvasok az egyik bulvárlapban, az az egyik legszörnyűbb hír, mégpedig az, hogy rákérdezünk természetesen, hogy nem ő lesz Ethan Hunt, nem akarok úgy Mission Impossible 5-öt nézni, hogy nem ő lesz Ethan Hunt. Én már a trailert láttam, hallottam, és ott se az ő hangja szerepel. Nem az ő hangja van? Nem. Nem tudják csúsztatni egy hónapot, hát csak nem. Nem, mert akkor nincs szinkronban a kép meg a hang felé. Az nagy, hogy később megnézed az ő hangjával. Nem, először csak megnézed, hogy tátok, és egy hónapban beülsz újra, hogy megnézed. Vagy meghallgatod a hangot MPA. Dupla nézőszám. Na, hát ezt olvastuk ma, de hát mindjárt megkérdezzük, mert hogy itt is van már Rékasi Károly, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Hello! Hát régen vártuk már ennyire, hogy halljuk újra a hangodat, és most tényleg mindig örülünk neked, de most aztán nagyon örülünk, hogy itt vagy. Meg kell mondjam, én is eléggé örülök, hogy nem csak hangom létezik egy archívból, hanem hogy működöm is. Hát azok után, ahogy elmondták, hogy mi történt velem, azok után valóban kicsit furcsa ez a dolog, de hát ez is megesett, és ezt is túléltük, és szó szerint ezt is túléltük, és ezek után is van jövő, és toljuk ezerrel. Hát erről majd beszélgetünk nyilván, mert az ember ilyenkor azért sok mindenen gondolkodik, és talán az is felmerül, hogy mi ebből a tanulnivaló, az ember ezt miért kaphatta, mit kell esetleg egy kicsit máshogy csinálni, de ne rohanjunk ennyire előre, én már azt hallottam, vagy azt olvastam, de hát nyilván az ember mindig ezeket fenntartással kezeli a bulvárhíreket, hogy te már otthon lábadozol, már otthon vagy, ez igaz? Ez valami egészen biztos, ez teljesen igaz, igen. Nem tudom, hogy a Honvéd Kórház munkatársai is így gondolták volna-e, hogy ennyire gyorsan kiengedjenek. Én viszont voltam annyira erőszakos és rámenős, hogy addig gyepáltam őket, amíg kiengedték. De szegényekkel az első tudatos találkozásom, mert hogy két hétig, az első két hétről nincs emlékem, nincs róla megélt élményem. Tehát legalábbis nem tudok róla. És amikor először magamhoz tértem, tehát tudatomhoz kerültem, akkor kértem az asszisztens hölgyektől, hogy engem már pedig engedjenek innen el. Azt hogy nem. Amire én azt mondtam, hogy jó, akkor följelentem őket. Na, barátságos, kemény vagy. Tehát én akartam menni dolgozni, mert tudtam, hogy nekem dolgom van, és egészen biztos nem az a dolgom, hogy ott legyek a kórházban, tehát ezt nem is nagyon értettem. És az első két hétről effektíve semmi nincs meg? Tehát minden semmi, úgy, ahogy van kiesett? Semmi az égvilágon, semmi. És a balesetről sem gondolom? Sem az égvilágon, valóban így van, ahogy mondod, mert amikor végeztem a munkával, hiszen nálatok voltam aznap, onnan rohantam forgatni, és a forgatás végén próbáltam Gerdát hívni, erre emlékszem, elküldtem neki egy SMS-t, hogy végeztem, majd tényleg végeztem, és két hét múlva tértem magamhoz, amikor hőbörögtem a szegény asszisztens hölgyekkel, akiktől ezúton is bocsánatot kérek természetesen, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítségüket és a lányokat. Igen, mi erről a furcsa véletlenről sokat beszéltünk, hogy ugye velünk beszélgettél még itt a motorozásról, a motorozás iránti szenvedélyedről, hogy mennyivel jobban lehet haladni, hogy autóval ez a város élhetetlen, aztán két óra múlva kaptuk a híreket, ugye június 30-án, hogy motorbalesetet szenvedtél, és hát ha nem vagy nálunk, akkor is az embert hidegrázza, mert hogy nagyon kedvelünk, meg tényleg jó a viszony, ezt többször elmondtuk, de ez a fura véletlen, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, hogy itt még arról beszélgettünk, hogy tényleg hogy motorozol, mekkora szenvedély, mióta motorozol, még a motorról is, hogy mekkora motor, hány köbcenti, és aztán rá két órára ez a dolog megtörténik, hát ez egészen hátborzongató volt. A sérülésekről mit lehet tudni? Mert itt is nagyon sok mindent olvasott az ember, hogy boka, medence, combcsonttörés, fejsérülés, ez mind, vagy ebből valami nem igaz? Ha megengeditek, akkor csak egy picit beleböngésznek itt a zárója. Van ilyen, hogy na, ott van állat, de helyes vagy. Készültél az, hogy combcsont többszörös törése. A mellkas hát alsó része egy medence és végtagcsontok együttes törései, szeméremcsont törése, medence és törzs alsó részének zúzódása, az ágyéki csigolyák és medence egyéb, és az nem tudom, hogy KMN részeinek törése, de nekem ez is van, egyéb koponyaőri sérülések, agynifúz sérülése, sarokcsont törése,
Aztán van itt még jó néhány. Na, aha. Egy kicsit büszkén soroltad egyébként, hogy nekem ez is van. Igen. De figyelj, de ez viszont nem egy kórházi osztály sérüléseinek összefüggésében. Erre ezután már büszkének kell lenni, igen. Azt nem tudom, olvasta, de amit egyébként a baleset szemtanúja írt, és az pár órával a baleset után már meg is jelent, hogy téged látott valaki, aki a Facebookra posztolta magát a balesetet úgy, hogy nem tudta nyilván, hogy te vagy az, csak azt mondta, hogy ő embert, motort nem látott még így pörögni, ahogy te a levegőben ugye szaltoztál a motorral. És ez 2 vagy 3 órával a balesetet után már megjelent, hogy egy szemtanú ezt Facebookra posztolta, hogy látták magát a balesetet. Nem nagyon büszke, hogy ezt én szolgáltattam neki ezt az élményt, nem állt szándékban. De hogy hát isteni szerencse, hogy azért ezt te tudod így olvasni, hogy most hány törésed van. De hogy tudtál ennyi töréssel, vagy hogy tudsz ennyi töréssel te már otthon lábadozni? Hát ezt nem is értem, hogy te már otthon bicegve, gipszben próbálsz újra hát lábadozni. Hát neked még ágyban kéne lenned? Igen, többnyire ott kéne lennem, valóban így van, de azért picikét elkértem az edzőmtől nagyon kicsike súlyzókat, és Szalai Bencétől, aki elhozott nekem ilyen kis kumi szalagokat, amivel tudok gyakorlatokat végezni. Megkértem, van egy nagyon-nagyon tündéri gyógytornász ismerősöm, hogy legyen szíves eljönni, és dolgozzon velem hetente 2 alkalommal. Szóval, mint az őrült, azért keresem a réseket, hogy hol tudok előre menni, hogy hol tudok minél hamarabb talpra állni, mert az orvosok nagyon csúnya dolgot mondtak, tehát minimálisan 1/2 év az ő állításuk szerint, amikorra színpadra léphetek. Puh. Abba én pontosan belebolondulnék, tehát az nekem nem megy. És ezekben a picike helyekben én megpróbálok mozogni, megpróbálok készülni, megpróbálok erősíteni, megpróbálok újból használható emberré válni. Hogy kell elképzelni a napodat? Tehát ülsz most egy székben, bicex, otthon vagy, nem nagyon tudsz kimozdulni, vagy hoznak, visznek? Nem hoznak, visznek. Van egy nagyon helyes járókeretem, van 2 gyönyörű szép mankóm, és vannak ágyak a lakásban több helyütt, több pozícióban, és itt próbálok meg helyet találni magamnak. Van néhány szék bent, amiken időnként ezekkel a picike súlyzókkal, meg a gumiszalaggal dolgozom, akár mondjuk éjszaka is. Az alvással van problémám, nagyon-nagyon sok zűröm. Ilyen 1-2 órákat tudok éjszakánként aludni, és ez nagyon-nagyon kevés. És akkor mindig az észvesztés határán vagyok, és akkor kellenek a súlyzók, akkor kell dolgoznom egy picikét, akkor kell valamivel lekötnöm magam, akkor kell valamivel lefárasztanom magam. A fájdalom miatt nem tudsz aludni? Valami miatt, nem tudom, valami serkent, valami ébren tart, valami hajt. A fájdalmat le tudod győzni, mert ugye vagy nem gondolsz rá, vagy pedig besegítesz és veszel be egy fájdalomcsillapítót, azt le tudod győzni. Azt nem tudod legyőzni, hogy valami hajt, valami mozgásban tartana. Azt nem tudom. Valószínűleg ez a tenni akarás, amit te magad mondtad, hogy nem akarsz 1/2 évig feküdni, hanem csinálni akarod, és ez annyira befolyásolja még az alvást is. Hát hogy... meg hogy napközben nyilván nem vezeted le ezeket az energiákat, mert keveset mozogsz, az éjszaka agymunkában is megjelenik, pörög az ember agya, nem vagy úgy elfáradva, és mivel nem tudsz elfáradni agyilag, ugye, amiben napközben az ember elfárad, éjszaka ez okoz egy ilyen túlpörgést agyban is, szellemileg és fizikailag is, nem? Gondolom, ezt így kell elképzelni. Nem szerettem volna kipróbálni, de valószínűleg így van. Igen, igen, igen. Ez lehet az okozója. Le kéne valamit töltened egy pár órányi parlamenti közvetítést, és akkor... hogy elmegyek tájfutó edzésre például. Figyelj, a Kulom, vagy a nem tudom, az RTL Pluszon ismétlik a Balázsot, hogy éjszaka, hogy nézd meg párat, és hidd el, hogy úgy fogsz aludni, mint... Menekülni fogsz ebből a világból. Mint a bunda. Figyelj, Karcsi, ami érdekes lehet ebben a dologban, vagy szerintem, ami érdemes elgondolkozni, és ahogy ismerlek téged, te egy ilyen pali vagy, hogy ezen elgondolkoztál, hogy nyilván ez egy jel, amit az ember kap, hogy lassítani kell. Ezen te elgondolkoztál, vagy volt időd azon gondolkodni, hogy miért kaphattad, mire akarja ezzel az élet felhívni a figyelmet, mi az, amit máshogy kell csinálni, nem kell esetleg lassítani. Hát egy ilyen baleset azért nyilván nem véletlen az ember életében, az sem nyilván, hogy megúszza, hál' Isten.
De hogy azért elgondolkodtatása adhat okot, és miértekre lehet választ kapni. Volt már ezen időd morfondírozni, vagy idáig még nem jutottál el? Dehogy nem, persze. Hát hála Istennek, annyira azért rendben vagyok, hogy ez a rész a dolognak természetesen megy. De milyen fura az ember, hogy rögtön magyarázatot is talál a miértre. Persze, hogy gondolkodom rajta, miért lehetett nekem tavaly, illetve tavasszal a vállam az, ami miatt műteni kellett, miért kellett ezzel is, meg találkoztam ezzel is, megbarátkoztam ezzel a dologgal. Valószínűleg a jóisten, vagy ahogy te mondtad, az élet, vagy a sors, bárkicsoda, vagy bármicsoda, figyelmeztetni akar. De jótékonyan akar figyelmeztetni, hiszen nem oda dobott most engem a motorról az autó, hogy összetörjön a fejem, vagy ahogy a Gerdán mondja, de hála jó Istennek most nem máért, vagy vesért, vagy hasonló dolgokért kell sorba állni, hanem csak arra kell várnunk, hogy a csont törjön össze. Tehát ezek jótékony figyelmeztetések voltak. De vajon miért? Mire? Valószínűleg arra, hogy valamin változtatni kell az éles stílusomon, az életmódomon változtatnom kell. Igen, csak hogy egy alkalmazott vagy. Én meg azért örülök annak, hogyha újabb és újabb munkák érnek, mert azok visszajelzések arra, hogy már pedig alkalmazható vagyok. Hát ez erről szól valószínű, vagy erről szólhat, nem? Én ezen egyébként elég sokat gondolkodtam, fura, mert hogy az ember hall egy ilyet, főleg ugye, ha személyes kapcsolat van, itt vagy nálunk, jobban vagyunk, hogy egy ilyet például az ember miért kaphat. És nyilván itt szerintem, ami ebben a dologban benne van, és amire te is kiukadtál, hogy maga az, hogy valahogy le kell lassulnod, valahogy egy picit lassítani kell, és az ember rájön, hogy talán anélkül is szerethető, vagy anélkül is ugyanolyan jó, hogy mindig azt bizonyítja saját magának, és a munkák által próbálja bizonyítandónak találni, vagy bizonyítottnak, és ezt elhiszi magáról, akkor talán már nem is akar mindent egyszerre. Persze értelemszerűen, hát itt azért ebben nagyon sok minden belejátszik, csomó tényező, egzisztenciális tényező, rengeteg minden, de hogyha már magadról, vagy magunkról hiszük azt, hogy szerethetőek vagyunk anélkül is, hogy azt nekünk léptennyomon bizonyítani kell, és ezáltal merünk egy picit belassulni, és talán már nem mindenre igen mondani, akkor lehet, hogy ez a jel, vagy ezt kell az embernek ebből megtanulni, nem? Vagy mit gondolsz erről? Meg kell kérdezni magadtól, hogy hiszel-e magadban, bízol-e saját magadban. Igen, pontosan amit mondasz, hogy amit csinálsz, az már pedig jó. Nehéz viszont ezt megítélni a mi területünkön. Tehát ez nem matematika, nem. Ez megérzés, ez rálátás, és az sem mindegy, hogy ki látja azt, hogy a te munkád már pedig értékes, jó, használható, másnak megmutatható, másnak példaként megmutatható, és a többi, és a többi. Persze, hogy én is gondolkodom rajta. Persze, hogy jó volna visszafogni ebből, de csak eljátszottam a gondolata, hogy a nem a Rékasi, aki most oda csapta magát, hanem a másik Rékasi, a higgadtabb Rékasi. Ha nem csak Károly a József Attila színházból fölhívja, megkeresi ezzel a három darabbal, amivel én nekem most foglalkoznom kellene, vagy kellett volna. Hogy akkor mit kellett volna csinálni Rékasinak? Hát igen. Melyik? Ráadásul egyszer nemet mondasz, vagy kétszer, harmadszorra nem is hívnak. Persze, hát ez egy baromi nehéz dolog. Hogyne? Vagy hogy mire mondjál nemet? Vagy hogy mi történik azután, hogy valamire nemet mondtál? Lehet, hogy újra az ember telefonja nem szólal meg. Tehát, hogy itt vannak közben racionális érvek is, persze. Amit ma olvastunk, hát ez is egy szörnyű hír, hogy Ethan Huntot tényleg úgy kell látnunk, hogy nem te szinkronizálod. Hát itt egymásra néztünk, megöleltük egymást, és azt mondtuk, hogy nem akarjuk. Nem akarjuk így Ethan Huntot látni. Még letöltve se, mert hogy moziban nem nagyon járunk, csak letöltjük. De például a Mission Impossible pont egy olyan film, amit azért mi még nagy letöltők és moziban akartunk megnézni. De hát nem te szinkronizálod? Ezt se tudjuk képzelni. Ez azért nagyon vacak, mert az előzeteseid én csináltam. Igen, ráadásul. És egyfajta kihívásként tekintek erre a szinkronra is, mert az illető urat szinkronizálni nem kis piskóta, tehát nem könnyű dolog az urat szinkronizálni, nem sok támpontot ad, nagyon-nagyon egyhangú, ahogy beszél, és nagyon sok mindent neked kell hozzápakolni. De erre úgy is tekinthetsz, mint a fél pohár vízre, hogy ez most félig üres, vagy félig tele van. Hogy ez nagyon-nagyon klassz dolog, mert kapsz egy csomó lehetőséget arra, hogy te csináld meg. És ezért aztán pontosan tudom, hogy az általam leszinkronizált Tom Cruise filmek, azok a magyar nézők számára használhatóbbak, értékesebbek, mint a nem szinkronizált formája, a változata.
Ez most undorító, igen, én is úgy gondolom, ez utálatos dolog, viszont egy nagyon-nagyon klassz kollégám csinálta meg a szinkronját ennek a mozinak, akit én nagyon csípek, nagyon-nagyon szeretek, de nagyon bízom benne, hogy soha többet a büdös életben neki nagyon ügyes vagy, nagyon jó, el a kezekkel próbálni. Meg ne próbálj még egyszer. Igen, jó, és hát ugye a másik fontos, ugye nyilván a barátok közt, hogy ezen baleset után az ember egy csomó mindent átgondol és át kell gondolni, de azért az nem azt jelenti, hogy Barta Zsolt úgy tér vissza, mint az egerek ugye a macskafogóból, vagy a macskák, amikor átmentek azon a nagy roboton a végén, hogy majd labdákat gurítasz, virágot adsz mindenkinek, és jó leszel. A forgatásokkal kapcsolatban úgy hallottuk, hogy csak augusztus végén kezdődnek. Mik a hírek? Odaérsz, vagy abból is kiesel kicsit? Én is nagyon kíváncsian nézem majd esténként az adást, hogy hagyom. Mit csinálsz? Kiugrik be helyetted? Volt a félelmeid, aggályod, hogy amíg kórházba voltál, szétlopták a presszót? Legjobb embereim vigyázzák a presszót természetesen, tehát tudom pontosan, hogy jó kezekben is jó helyen van a rózsa presszó. Mi lesz a motorozással? Gondolkoztál ezen, hogy hogyan tovább? Hát mivel eddig a motor az gyakorlatilag az nem is az én motorom volt, amivel elrepültünk, hanem a barátom feleségének a motorja, amit én időnként kölcsön kapogattam, kölcsön kéregettem. Elég gyakran megkaptam én ezt kölcsön, hála jó Istennek. Hát az most egy láttam valahol valakinek a videóján egy ilyen szatyorban lett elvitte. Hát az eléggé szutyok állapotba került, és viszont megkértem a barátomat, hogy most már kezdjen el keresgélni nekem egy saját motort. Szóval nem marad abban a motorozás, természetesen annyiban változik a dolog, hogy most nem kölcsön kéregetem majd valakinek a motorját, amit aztán jól is töretek egy autóssal, hanem most már saját motorom lesz majd. Tehát olyan ez, mint a lovaglás, hogy vissza kell ülni gyorsan? Nem ismerem a lovaglást, soha lovat nem is láttam, tehát nem tudom, hogy milyen formában. Azt mondják, hogy ha leesel a lóról, akkor az a legjobb terápia, ha nincs komoly baj, hogy azonnal vissza kell ülni, mert ha nem ülsz vissza, akkor félelem marad benned, és valószínűleg soha többet nem lovagolsz. Tehát ott abban az adott pillanatban kell még leesés után visszaülni. Ez ilyen félelmeim nekem nincsenek, hogy én kevesebbnek érezném magam, hogyha nem ülnék föl újból a motorra, vagy egyáltalán, tehát ilyesmi nincs. Hanem pontosan tudom, hogy nagyon jól lehet vele haladni. Hát egy, kettő, pontosan tudom, hogy jól tudok motorozni. Tehát miért is ne ülnék vissza rá? Sokkal jobban lehet haladni. Nézd, nem mintegy, hogy egy reggelén a lakóhelyem től Téténybe, a stúdióba egy óra hossz alatt érek ki, vagy kim vagyok 25 perc alatt körülbelül. Tehát igenis gazdaságosan kell bánni, okosan kell bánni a saját időddel. Tehát motorozni már pedig fogok. És újból fölmegyek azokra a helyekre, ahol voltam, a Grossglockneren, meg bárhol másutt. És újból összegyűjtök majd címkéket, és újból föl fogom ragaszgatni a motorra. Mert azt azért jól áll látni, hogy amikor leállsz valahol a mocival, valaki elmegy a moci mellett, és végignézi azokat a vinyettákat, amiket adnak a különböző helyeken. Jó, csak azért tanulja történtekből, és tényleg tudatosuljon benned, hogy nem vagy egy kiborg, nem vagy egy terminátor, nem vagy egy tihanyító Csaba. Csak a legnagyobbakat. Nagyon költetted a koronát. Hát figyelj, bakacs egy pari vagy, de talán ez a bakacság és ez az erő kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen nagy baleset után is ilyen gyorsan regenerálódjon, és ez a fajta küzdő szellem kell ahhoz, hogy minél előbb felépüljön. Mi nagyon drukkolunk neked, jó? És hát reméljük, hogy akkor ez a felépülés ez ennyire gyors lesz, mint ahogy eddig zajlott, és hát bízunk benne, hogy minél előbb. Viszont látunk színházban, sorozatokban, szinkronhangként, motoron, mindenhol, mert hogy tényleg nagyon, nagyon kedvelünk, és nagyon drukkoltunk neked idáig is. Bocs, azt még el kell mondanom, hogy mindemellett, hogy egy ilyen pasos vagyok, az emellé még kellett mindaz, hogy ennyien voltak mellettem, és ennyien nyújtottak segítőkezet, és ennyien akárcsak megsimogatták a kobakomat, vagy a tudásukkal lévén orvosok és ápolónők, akik sokat voltak nagyon-nagyon mellettem. Tehát tőlük rengeteg segítséget kaptam, meg a családomtól, meg egyáltalán mindenkit. Hát a barátom azt mondják, hogy amíg nem voltam tudatomnál, gyakorlatilag nem dolgozott az autószerelő,
ő ott volt bent mellettem végig folyamatosan, és ott papuzsgatott, és ott pátyolgatott, szóval elképesztően mi támogatást kaptam, és nekik legalább annyi köszönet jár. Nektek meg köszönöm azt, hogy felhívtatok. Hello. Vigyázz magadra, köszönjük szépen, örültünk. Régasi Károly, köszönjük szépen. Gyors gyógyulás kívánunk. Ciao. Hello. Milyen kultúrátlan lerázott minket? Hát érezte, hogy itt van a beszélgetésnek elvége. Pont én mondtam volna, hogy köszönjük szépen, de hát jó tempójú Palu, érzi ezt a dolgot. Na, és de ez azért, jó, hogy jobban van azért. Nagyon. És azért is állás lehet, hogy nem raktuk fel a mosdatásánál készült képeket, amikre emlékszett. Igen. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel, már jöhetnek a közlekedési hírek újra. Ha valaki szeretne hármas ugrást játszani, akkor ő is jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Ez egy százacska, gyerekek, úgy látom, százacska. Csak nézd meg, milyen okos, már be se hozta a perseit, mert nem ugye baj. Jani a perseit felelős. Nem baj, írjuk, jó az, gyorsan be a százacska, az úgy megelőlegezem neki majd őt. Százacská, dobacskájá, belecskébe, percecskébe. Hát figyelj! Hát nézd, nem, kapcsold be, hogy bemész. Persze, hát kapcsold be, ha nem szól. Hát nem. És egyébként megdicsértek, mert nagyon ügyes, hogy nem hoztad be reggel a perseit. Hol van, na? Lássátok, ki van a dolgotok, nem is százat dobok be, hanem 300-at. Erzsébet utalványban. Ez pontosan ugyanannyit ér, ez forint megfelelő, bárhol elfogja. De gyűrj már bele. Tedd bele, de elkésem még kétszer, tegye csak bele. Hát de most valami kávégépet akarunk belőle venni, érted? Azt nem fogják elfogadni. Majd beváltjuk. Viccesz. Majd akkor visszaveszi egyet és ad 300-at. Tehát csak a vouchert, elfogadunk mindent. Tisztító jegyet, lejárt lottószelvény, mindent tegyél csak szépen bele. 2015-12-31. Honnan vannak neked ilyen utalványaid egyébként? Hagyd csak. Kitéptem a Penny Market előtt egy nyugdíjasnak a kezébe is elszálltam. Nem ebben kapod a pénzedet, hogy ilyet is kapsz, hogy ez egy hozzájárulás? Hogy onnan szerzett ilyeneket? Most rakjuk rendben otthon a cuccokat, és találtuk. Két hahota, egy Bravo Otto magazin, és egy két Erzsébet. Tehát, hogy ez ilyeneket találsz te otthon. Igen, és egy szuperkec magazin. Jó, tehát csak bele szépen. Bele van, jó van, 300, jó van. 300, akkor 200-at még megelőlegeztél saját. Srácok. Saját magadnak. Ez van. Bent már egyébként alig lehet férni a szerkesztőségben a kávégépektől. Igen. Köszönjük mindenkinek, aki küldött. Nagyon aranyosan. Még ha személyesen mindéket nem is tudtuk átvenni, drágák vagytok, ne küldjetek többet. Megvagyunk. Egy 4,5 évre előre megvagyunk kávégépekkel. És akkor 10-kor teszt? Mindenki 10-kor nyomunk egy tesztet, így van. Megnézzük, hogy melyiket hozták örökbe, és melyiket nem kell megvenni, azokból választunk, úgyhogy... Ennyi. Most vittek el megint két koffeinmérgezéses kollégát. Mindenki oda jár. Mondjuk ránk járnak szépen. Tegnap 10-kor sorbálás volt. 8 kiló kávé volt még reggel, ma reggel bejöttem, már csak 6 kiló volt. Nem sajnálom, csak úgy finoman azért a kollégák így a kávészag után most jönnek be az irodánkba, hogy ott onnan lejmoljanak egy kis kávét, de hát mi a lejmolás nem reklamálhatjuk, mert mi is azért nagyon tudunk. Persze. Úgyhogy gyertek nyugodtan. Nem, majd rakjunk ide a szerkesztőségünkre egy papírlapot, test room felirattal, jó? Igen. Ha Morning Show-nak dolgozol, nem ihatod meg a Morning Show kávéját. Ezt azért... Jó, ezt hát írjuk ki. Kéklapra fehér betűkkel írjuk ki, hogy ne, bárki nem ihatja meg a Morning Show kávéját. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Az M5-ösön Budapest felé a 79-es kilométernél menekültek sétálnak a leállósában. Lopakodó küldte nekünk, úgyhogy mindenki vigyázzon. Aztán a 4-esen Debrecen és Hajdúszoboszló között trafi van kint. Autó nincs, csak egy rendőr, ezt Karcsi küldte nekünk, úgyhogy ott is menjetek óvatosan. Aztán nézem, hogy mi van még. Kalocsán, a Miskei úton fehér Skodából készülnek drága fotók. Oroszlány és környe között kamion beborult az árokban, üzente nekünk Marcsi. Valamint a Kiskörúton, a Podbanicki út előtt 3 lábú veszély a nyugati felé, ezt Zsolt küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na... Jól van, örülünk, hogy jól van, Karcsi, azért ez mindenképpen jó. Nyilván majd egy-két dolgot ilyenkor az ember átgondol, átértékel, és aztán, amikor már elfelejtett a balesetet, ugyanúgy csinál minden mielőtte. Nem? Ez a jellemző, tessék? Vagy még rátesz egy lapáttal. De hát közben ezért ezek erős jelek szerintem. Hát, enyhe szólva is. Hát most nagyon kapott, tehát gyakorlatilag, ahogy ő felsorolta, a kis zárójelentéséből, hogy milyen problémák történtek vele, egyszerűbb lett volna a Honvéd kórháznak adni egy olyan listát, hogy mi nem. Mi épp?
Igen. Igen, azért ezekre érdemes odafigyelni. Tehát az univerzum küld egy ilyen jelet, hogy életben maradsz, ugye, mert isteni szerencse egyébként, ugye, hát azért nagy csapat dolgozott azon, hogy életben maradjon. Érdemes rajta elgondolkodni, hogy azért lehet, hogy valamit máshogy kell csinálni. Ha és amennyiben fölülök erre a biciklire, hogy az univerzum küldi a jelet, akkor minél nagyobb baj van, annál nagyobb jelet küld, vagy van ilyen összefüggés? Mire gondolsz pontosan, hogy? Tehát, hogy minél rosszabb úton jársz abban, amiben javulnod kéne, mert most ugye azt mondjuk, hogy a Karcsi ezt azért kapta ezt a jelet, mert valamit mondjuk nem jól csinál, ugye? Ha nagyon nem jól csinálod, akkor kapsz egy nagy motorbalesetet. Ha kicsit nem jól csinálod, akkor mit tudom én, csak elcsúszol a motor. Egy békát. Vagy átmész egy békát. Ez nagyon. De miért akarsz átmenni az én feleségemet? Lesodorsz az útról egy bodobást. Egy bodob, köszönöm szépen. Berepül a szélvédődbe egy haris. Egy haris. A az év ma. Tehát, hogy van ilyen összefüggés? Figyelj, szerintem ezt senki nem tudja. Tehát, hogy ezekre nincs egyértelmű magyarázat. Mindenki hite és meggyőződése szerint tud erre válaszolni. Egy ilyen komoly baleset szerintem az egy nagy kereszteződési pont. Az egy nagy jel, hogy valamit azért érdemes átgondolni, valamit érdemes máshogy csinálni, vagy éppen lassítani, hát azért tehát hogyha nem lassítasz te, akkor majd lassít rajtad az univerzum, ugye? Hát ez egy ilyen jel, hogyha te nem vagy hajlandó megállni, lassulni, egy kicsit elmélyedni dolgokban, vagy picit máshogy csinálni, akkor majd kapsz egy jelet. Nyilván, ha hisz ebben az ember, hogyha magadtól nem, akkor arra az élet azért hát egy picit megtanít. Azért ilyen jeleket sokat kapunk, sokféleképpen, csak nem biztos, hogy felismerjük, de érdemes talán ezen elgondolkodni. Én legalábbis ezekben nagyon hiszek, hogy azért ez véletlenül nem történik. Karcsinál ez a lassítás most egy satufék volt. Enyhén szólva. Ez egy komoly lehet, hogy volt már egy csomó, csak azok ugye nem voltak ilyen következménnyel. Érted, hogy mindenki tudjon róla. Tehát lehet, hogy ő már pici kapott ilyen is. Eresztett a hátsó. Vagy például, amikor trükköt, ezt a levágós trükköt velem csinálta, egyszer nem vitte el a répát. Érted? Igen. Na, hát ennél tetszik, hogy ennyire spirituálisan gondolkodtok, hogy nem vittél a répát, meg leeresztett a hátsó. Ilyen. Hát nem. Üzen az univerzum. Mi a magunk módján fogjuk meg? Magatok módján igen, a mi nyelvünkön kell, hogy üzenjen, amit értünk. Most nem lőhetnek ilyen, hogy hívják, és felrebbent mellőlem, mint egy ilyen John Woo filmben, így felrebbent mellőlem egy fehér galamb. Túl egyszerű lenne. Tehát olyan jeleket kapnál, ami mindig teljesen egyértelmű, mindig megmondják, hogy mit csináljál, merre menjél, melyik utat választok, az nagyon egyszerű lenne, gondolj bele. A szabad akarat az azért van, hogy indulj el ezen az úton, ha el akarsz. Csak lehet, hogy lassabban érsz oda. Ezért jó a vaze. Indulj azon az úton. Az is a te döntésed és a te szabad akaratod, csak akkor lehet, hogy az nagyon gírbe-gúrba lesz, és hosszabb ideig fog tartani, tele lesz buktatóval. Tehát azért azt a lehetőséget megkapjuk, hogy mi emberként döntsünk. Csak hát kérdés, hogy melyik utat választod. Hát ha nagyon egyértelmű jeleket kapnál, veled. Tessék? Szórakozik veled az univerzum. Miért nem ad egyértelműt? Mert akkor legalább tudod, mit kell javítani. Most érted, a Kari elkezd javítani valamin a motorbaleset után, és kap egy másikat, majd nem motorbaleset. Ezért szép a dolog. A nagyon egyértelmű jelekben szerintem nincs igazán fejlődés. Tehát ha megmondják neked egyértelmű, hogy figyelj, ebben vagy, akkor valaki fogja a kezed, és végig segít fejlődni. Ha te ezt magadtól elkezded felismerni, és összeteszed a jeleket, és szépen lassan a mozaik darabokat így kirakod, és rájössz, hogy talán ez lehet az, azért az jóval izgalmasabb, mint ha mindig valaki megmondaná, hogy most abban fejlődjél, mert abban vannak hiányosságok. Jó, nem? Hát azért vagyunk emberek, hogy azért ezekre egy magunktól jöjjünk rá, csak ez egy nehezebb lecke. Meg a döntés még mindig ott van a te kezedben. A döntés mindig a te kezedben van, szerintem. Ott lenne, igen. Hogy megcsinálom, vagy nem csinálom meg. Igen. Kicsit gyorsabban haladnál az úton. Lehet. Mint Jani a vazéval, csak hogy egy jó példát hozzak. Nagyon konkrét utasításokat küld az univerzum nekem a vazén keresztül, és én nagyon örülök. Egyébként a Karcsinál is lehet, hogy ez egy alapvetően egy pozitív üzenet volt, amit ő most még nem ért, pedig az üzenet nagyon egyszerű. Milyen jó, hogy kölcsönmotor törtél össze, és nem a sajátod. Ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, de ez is jó. Igen. Sose kér többet kölcsönmotor, inkább törd össze a sajátodat. Édesem, persze nyilván nem. Nevetünk ezen a dolgon, csak az ember persze ilyenkor elgondolkodik. Nektek hogy... mi volt az utolsó jel, amire így emlékeztek, és így vettétek is alapot? A fitymafék szakadás. Igen? Igen. Hogy lassíts, mi? Egyébként nagyon vérzik. Nem fáj, csak egyszerűen azt látod, hogy brutálisan vérzik. És hát akkor rájössz, hogy lassulnod kell. Nem kísérletezni. Nem. Maradni. Így van, maradni a hagyományos dolgoknál. Lassan jár tovább, ez már a paraszbácsi. Nem kell rohanni. Nem kell rohanni. Mit akarok még bizonyítani 40 évesen? Elér az ember egy olyan korba, amikor venni kell a lapot, tudnia kell, hogy a bizonyításkor, a kísérletezéskor az már lejárt. Tehát egy járatlan értelme. Nem szabad. Nem szabad, igen. Én is emlékszem, hogy belém szorult ez a kínzó, az a
Játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, szia. Hát ma tényleg férfi napunk van. Tamás, hello Tamás! Sziasztok! Tamás, honnan hívtál bennünket? Idegszemcséről. Idegszemcse. Mm. Jó kis idegszemcse. Ott mindig van trafi. Idegszemcse belterületén trafipax. Így van. Idegszemcse. Idegszemcse nevéről nekem mindig a személyzet jut az eszembe. Én nem tudom, hogy miért. Amikor ahányszor meghallom, szemcsepp. mindig úgy tűnik, mintha a szemnek vagy a szemfenéknek valamiféle része lenne. Idegszemcse. Nem tudom, miért van ez így. Mi volt az utolsó jel, amit kaptál az univerzumtól, Tamás? Jó kérdés. Elfogyott a csapolcs. Egy sárga csekk, sárga csekk. Milyen foglalkozott, Tamás? Szakácsként dolgozott. Szakács, a második szakácsunk már ma. Igen, ma már volt egy szakácsunk. Van segítséged, vagy egyedül játszol? Igen, van kollega, nem. Picit mesélsz róla, vagy csak, hogy halljuk a hangodat is, mert az jó, ami beszélünk. Csak egy pár bővidet mondom, mit csinál, ki ő, aranyos cuki, milyen napod. Igen, aranyos cuki, jó kolléganőm, segít itt ott, amott. Na. Előkészül meg ilyesmi, úgyhogy. Uh-huh. Csinoska. Fogjuk rá. Akkor az. Akkor az. Atyaisten, szegénykém, hogy hívják? Hát nem meri mondani nyilván. Hogy hívják? Franciska. Ó, édesem, Csinoska, amit nem akarsz hallani, fogjuk rá. Amit nőként nem akarsz hallani, hogy valaki ezek kérdezi, hogy jó, de a játékosunknak van felesége, érted? Nem mondhatja azt, hogy milyen csinoszak van legyen. Van feleség, Tamás? Meg nincs. Bocs, akkor mellé ment. Aha. Most tudtad volna még menteni, ami menthető, de így már nem. Így már nem. Na jó. Milyenek a kérdések, Jani? Nem tudom. Nem tudod. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik faj lesz az év madara 2016-ban? Melyik faj? Hát ha minden igaz, az a haris. Az, így van, így van. Beszéltünk már róla korábban, hogy mi értelme van egyáltalán az évmadara választás. Na hát ez, hogy egy csomó madárnév beépül a köztudatba. Tessék. Mehetünk tovább? Szerintem igen. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik legendás labdarúgó beceneve a Fekete Gyöngyszem? Fekete Gyöngyszem. Nem Lothar Matthäus. Így van! Nagyon jó! Jó van! Te voltál, vagy Franciska volt? Ki volt ez? Ki tudta? Együttesen. Na, a harmadik kérdés előtt vagyunk, mit csináljunk? Tovább menjünk, megálljunk. János, milyen témájunk? Filmes, mondjuk így. Uha. Hát ez nem biztos, hogy megy. Hát akkor állj meg. Mi legyen? Dönteni kell? Ha? Hát jó, álljunk meg. Jó. Várj. Franciska? Franciska. Hát mit mondta? Nem tudja. Mit nem tud? Hát a kérdés mi? Vagy külföldi cím, vagy mi? Külföldi. Tamás. Sorozat. Jó, ha nem megy, álljunk meg, mert ez a vajúdás az a hallgatónak kevésbé izgalmas. Jó, ha tovább megyünk, akkor mondd, hogy menjünk tovább, ha megálltunk, akkor... Szerintem akkor álljunk meg. Álljunk meg, jó. Megvan a baseball sapka, és a passztartó is. Jó? Nagyon jó. Oké, hát jó dobáltunk. Köszönjük, örülök. Vigyázzatok magatokra, jó munkát, ciao. Köszi, ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A vidám játékos. A legjobb játékos. A vidám örülő játékos, a legjobb játékos három műsorvezetőnek, igen. A játék alatt általában tudunk pihenni, és a játékos pihen, ez most nekünk mellős volt. Ilyenkor mellózni. Mellózni kell egy picit. Mondd még. Keveset tudtunk Franciskáról meg. Igen. Azt se kellett volna. Nem? Jó. Szegény Franciska. Jó. Szegény Franciska rosszul jött ki ebből a dologból. De megtudtuk, hogy nem annyira szép, és ő se biztos egy-két válaszban. Jó, de engem például a titokzatos nők mindig sokkal jobban érdekeltek, és most Franciska a titokzatosság homályában maradt hát. Így dúszírek szemcsére. Így van. A személyzetre. Igen. Keveset tudtuk meg, de az fontos volt. Négyesen Debrecen és Hajdúszoboszló között trafi van, vigyázzon mindenki, Kalocsán pedig a Miskei úton Fehér Skodából készülnek drága fotók, vigyázzanak a kalocsaiak. 4 perc múlva 9 óra jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt
a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 8 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek ebben a kicsit borongós, esős júliusi időjárásban. De jó volt ez a szám, remélem már, hogy megy nálunk. Megy ám, hát megy azért már. Megy már. És jön a jó idő mindenkinek, mondjuk, aki Szabinban nem tudja lekötni a gyereket, óvodai születésnyár. Jövőre állítólag a nyár kedre esik. Nem, hát azért nem panaszkodhatunk. Másfél hónapja kánikula van, és igazából hétvégére jön a jó idő, ezt Ákos is mondta, de az igazi meleg jövő héten tér vissza. Tudjátok, akkor még ütemezzétek át a Szabit, ha nem, akkor irány a fakultatív program, ugye? Milyen? Fakultatív, ugye, nem a Balatonra menős, kiülős, pihenős, fürdős, hanem a túrázós. Túrázós program. És hát egyelőre erre a hétre még sok jó tényleg nem tudunk mondani. De jövő héten szombaton már. Jövő héten. Szombaton már állítólag kezdődik a melegedés, és jövő héten tér vissza a jó idő. Na, Malacka stoppol Egerben az alacskai pihenőjén. Aha. M0-ás Diósdi felüljárón M5 felé van egy trafi. Ezt Gábor küldte nekünk. Székesfehérvár, a Kadocsa úton a budai úti keresztezés után mérik az M7-es felé haladókat. Peti küldte, trafi van az M3-ason, a polgári pihenőnél Budapest felé üzente Reni. M702-es kilométer Siófok felé van egy háromlábú Dani. Köszi. Valamint a fehérvári Hengermalom út kereszteződésénél két sáv felbontva, és emiatt nagy a torlódás, ez pedig Pityesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Srácok, képzétek el, tegnap mi történt, az egyes villamoson nem fogjátok elhinni. Én nem tudom, hogy mostanában nem adnak szolgálati autót a kommandósoknak, hogy mi lett az oka a dolognak, de hogy az egyes villamosra felszállt egy kommandós símaszkban. Védőfelszerelésben, térdvédőben, könyökvédőben, fekete overallban. És elkiáltotta meg, hogy mindenki a földre. Nem, csak leült, utazott pár megállót, aztán leszállt, és ment tovább de a dolgára. De maszkban? Igen. Megpróbált elvegyülni, úgy látszik, a többiek között, ez nem igazán sikerült neki, de így nézett ki a fiatalember, mutatom is nektek. Hát ez óriási. Hogy ez valakinek miért annyira jó? Tehát, hogy én tudom amúgy, hogy arra fele van a tech-nek a fő hadiszállása. Tényleg arra fele van? Igen. Arra fele van. Én nem hiszem, hogy ő tekes lenne, de még az is előfordulhat. Nem hiszem, azért a tekesek nem ilyenek. Tehát figyelj, kicsit előbb, nem csinálnak magukból, hogy kicsit előbb szállt le, mint amerre a fő hadiszállás van. Az is megtévesztés. Egy-egy gyalog ment. Így van, éppen valamilyen diverzáns akciót hajtott végre, hát vagy otthon felejtett valamit és hazament érte. Mit tudom én, a tartaléktárat, a Heckler Kochot, hát igen, könygáspét. Már akcióban volt. Nem lehet, hogy magán a villamoson zajlott a bevetés, csak nem tudtunk róla, és ezért utasnak kellett, hogy álcázza magát. Tehát egy kommandós, aki utasnak álcázza magát, de mégis követett éppen valaki. Tehát, hogy ilyen, magán a, ugye azt hiszük, hogy valahova ment, és ott volt a bevetés, de magán a villamoson zajlott a bevetés. Csak annyira jól csinálják, hogy téged utas nem zavart meg. Igen. Ennyire profik. Tehát úgy hatástalanította a terroristát, hogy te észre se vetted, felszállt a villamosra, ott volt, próbált vegyülni, és közben. Tehát, hogy csak lehet, hogy hiányzott az FMV órákról, a feltűnésmentes vegyülés órákról, és ezért... ez kimaradt lehet, igen. Aha. Nem, vagy az van, hogy egyébként több kommandós volt, csak ők nem voltak beöltözve. Tehát ő azért volt beöltözve, mert mindenki őt figyelte, és közben a maradék négy kommandós, aki civilben volt, elintézték a dolgot. Az nem lett, hogy gyakorlat volt, és mindenki más kommandós volt, és ők civileknek átszázták a magukat, és ő volt az egy, és akkor, vagy ő, neki kellett eljátszani az egyetlen kommandóst. Hát, hogy az lehet még, hogy ott hagyták valahol, nem? Azért ment villamos. Ott felejtették? Tehát ott felejtették, vagy mint tegnap, vagy tegnap előtt a MÁV ugye, ahogy elindult, és rajta maradt a gyerek, hogy igazából neki valahol le kellett volna szállni, vagy buszra szállni, vagy a tekes autóra felszállni, csak arról már lemaradt, és ezért ő villamossal elindult a srácok után. Ja, értem. Hogy és nehogy lemaradjon. Beértek a többiek, és volt egy, mit tudom, egy létszám ellenőrzés, és akkor izélte, hogy a Kálajos. Kálajos, itt van valahol? Kálajos pedig ült az egyes villamoson. És leült az ablakhoz? Igen, leült, utazott egy picikét, aztán pedig továbbállt, és nagyon érdekes, mert az ő egyen felszerelésének a része volt egy meglehetősen nagy méretű e-cigaretta is, ami kilógott az egyik ilyen kis eszköztartó zsebből a fekete kis mellényén. Hivatalos eszközök már vannak rajta? Az volt. Na, nem tudjuk, ugye? Mert be vannak zárva a zsebek, és nem látunk bele a zsebekbe. De mondjuk ez a mellény, ez kommandós rajta. Mellény, meg kommandós maszk? Vagy csak lecsúszott az fekete sapka? Valószínűleg nem igazi kommandós volt. Álkommandós mellény. Vagy igen, egy álkommandós.
De nem lehet, hogy valamikor az opniból szabadult, és kicsit most itt, tehát igen. Így, valószínű, ott is van valami pici elmezavar, nem? Vagy nem lehet, hogy a Honvéd kórház irányából jött, és egy frissen bőrát ültetett úriemberről van, egyszerűen csak szóval azért volt rajta a símasz. Mert itt az egész cuccban, jó mondjuk ilyen, tehát hogy mondhatnám azt, hogy lehet, hogy egy deszkás volt, aki egy kicsit ilyen militánsabb beállítottság, és egy kicsit így ebbe az irányba fordult így image-ben, de ez a símaszk, tehát hogy ez. Érted? Tehát a cirka 32 fokban, az egyes villamoson, símaszkban. Hát szerintem a kommandos olyan magában is azért elég feltűnő, tehát hogy nem csak a símaszk az, amin itt ki lehet akadni. Hány megállót ment, azt tudjuk? De 2-3. 2-3-at? Persze. Uh-huh. És tényleg csak egyedül volt, tehát nem volt az, hogy valaki előtte egy ilyen golyóálló, egyébként plexiablakos páncélban nyomult be, és akkor mögöttem még ketten mentek, és az egyiknél volt egy zártörők alapács, tehát hogy tényleg nem csapatba mozogtak. De mi van, ha ez az ellenőrök új ruháját? Ugye pont reggel mondtad, hogy új ruhát kaptak az ellenőrök. Ez az új cucc. Hogy lehet, hogy ez az új cucc. Simasz és elcigi. A kette mennyire jó együtt, nem? Simasz, megvan mindenki, igen, elcigi. Jó, mutassák fel. Bevetése fel? Indulás. És egy utas fotózta le? Igen. Igen, egy óvatlan pillanatban, mert azt lehet látni, hogy akkor fotózott, amikor nem figyelt oda a kommandós. Hát nyilván, érted, azért senki sem szeretné összeakasztani a bajszát. Ha az a baj, még a símaszk alatt is van. Hát egy kommandóssal. Ezt nem tudjuk. Na mindegy, majd kiderül, hogy ki volt ő igazából. Nem, nincs megfejtés. Hát reméljük, én azért figyeltem a hírek, hogy azon a köréken történt-e esetleg valami. De semmi? Nem. Nem volt riasztás? Nem. Hát vagy még mindig ugye fedésben van. Igen, még mindig fedésben van. Na jól van. Oké. Tesztelünk egy dolgot, mert hogy hallgatóink újra küldtek nekünk valamit, és mindig örülünk, sőt mondjuk, hogyha bármit láttok, amit mi letesztelhetünk, és kipróbálhatjuk, akár egy termék, tényleg egy fogyasztható termék, használati tudsz, bármi, amit le lehet tesztelni, azt küldjetek el nekünk, mert szívesen kipróbáljuk. És egy hallgatónk küldött nekünk egy perc alatt felszerelhető póthajat, ami arról szól, hogy nem elég dús a hajad, vagy buliba mész, akkor nem kell elmenni bevaratni póthajat. Hamar fölteszed, gyorsan felteszed, egy perc alatt póthajad lesz. Nem látja senki, hogy póthajról van szó. Kettő darab csat, egy perc alatt felnyomod, és tehát megvan a hajad. Tehát ha elaludik a vágyparti erőt, és már nagyon kevés időm lenne a készülés, akkor csak így csat, és megvagy. Hát neked szögbelövő kéne, hogy azért az ott megálljon. Csat. Neked rögzíteni azért egy kicsit bonyolultabb lenne, de hát aki kicsit is hosszabb hajjal rendelkezik, annak állítólagosan ez a termék azt ígéri, hogy egy perc alatt gyönyörű, hosszú, sűrű haj lesz a fején, úgy, hogy senki meg nem mondja, hogy az igazából póthaj. Na, mondjuk a Janinek kicsit azért csodálkozni, így bejönne. Azért mondom, hogy nálad azért ez kicsit körülményesebb lenne, mind a felszerelés, mind a leszerelés, tehát a leszerelés ez már csavarhúzók ellenem, de minden esetre akinek hosszabb haja van, azzal ez letesztelhető. Feri? Hát, Balázs? Fél, mind a ketten jók vagytok. A Ferinek most ilyen felírt haja van, de neki nem lehet ezt most feltenni. De most jól van megcsinálva, mert viszont így át van fésülve a másik oldalra. Ilyen kicsit ilyen dolfison, ilyen dolfison így oldalra van. Mi vagy? Nem már várj, akkor hátrébb teszek. Kicsit ilyen dolfis. Úgy néz ki? Igen. Kicsit olyan egyébként. Kicsit még lenne egy pici bajusz elől, azt gondolnám, kicsit, hogy olyan hasonlás verseny. Ez az oldalra fésült haj, nekem erről mindig ez üteszem. Jó, gyerekek, ha nagyon erőszakosak vagytok, dobok föl póthajat. Tehát nekem ez a bakacs listámon, ez is fönn van. Tehát igazából nekem ezzel annyira nincs bajom. Felrakhatjátok. Jó, úgyhogy leteszteljük ezt a terméket, megnézzük, mit ígér, elolvassuk, és tesztelünk, jó? Úgyhogy már is nekiállunk. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na kérlek, ja. Hopp, ha kinyomom magam, úgy nehéz beszélni. Póthaj használata hajhosszabbításra. Aha. Egy perc alatt feltehető, három patintással másodpercek alatt elvégezhető, egyszerű, de fontos a póthaj ápolása, erről ír. Hosszú távon szeretné használni a póthajtincseket, rendszeresen ápolja őket. Argán olajos, kreatinos hajápoló készítményeket is meg lehet venni egyébként. Ultrás vízben. Három darab hajtő felé álló hajcsat van még ott, amit használhatunk, és egy-négy hajcsíkot feltehetünk, nyilván opcionális a dolog, három pattintással, ahogy mondtam, másodpercek alatt felrakható a póthaj. Miből van egy ilyen póthaj? Igazi hajból. Mi? Mekkora paradoxon hallod? Igazi, hello Juli, igazi hajból van, tényleg?
Aha. Tehát valakinek a haját így fogjuk van. Most betenni a Balázs hát, hajába? De természetes úton úgy telferi, ne legyenek aggályok. A haj? Valamit néztünk, hogy tetűpoloska. Hát ez az. A tulajdonos. Bármi, amivel ez érezett a hajszerkezetet, biztos vegykezelték valamivel, nem? Persze, hát ezek nagyon komolyan le vannak kezelve, itt nem lehet benne semmiféle. Se serke, se semmi. Te a nagy pót serke, de jó lenne benne némi kis serke. Nincs annál szexibb egyébként, amikor egy nőnek póthaja van, és így megsimogatod a fejét, és így hátul és érzed, ahogy így a kis varratok, tudod, így kijönnek, és úgy simogatod, hogy mindig egy ilyen kis dombot így belesimogat. Fú. Agyműtét vagy póthaj? Fú, de utálom. Tehát... Zseminket, hogy a második. Lobotómia. A kevés hajú nők szeretik, de szerintem még a kevés haj is jobb megoldás, mint a póthaj. Tehát, hogy tényleg, drága csajok, higgyétek el, hogy a póthaj nem megoldás. Lehet nem szexi, egy rövid haj. Nem jó, látszik rajta, hogy póthaj. Amikor hozzányúlsz a fejhez és megsimogatod, akkor tényleg érzed, így felsziszentsz, hogy jaj, ezt nem akartam tudni, hogy neked ott be van varva valami. Tehát nem igazán jó a póthaj. Bocsás, úgy beszélsz, mondjuk még ki se próbáltuk. De nem, most nem magamon nem jó a póthaj, hanem csajon nem szerettem érezni soha a póthajat. Becsippentettem a Vikinek, és neki tök jól állt. Ezt a szőkét? Nem, a barnát. Ja. Mit, te már beraktad? De. Igen? Ti már ezen kísérleteztetek tegnap? Igen. Tényleg? Kipróbáltam. És egy perc alatt lehet föltenni? Azt ígéri maga a termék? Csinálok egy választékot a aranyszőke fürtjeit között. Na, ragd ide be hátra, gyere. Jó? Nem hátra rakom, hát oldalra kell. Hát úgy szeretik. Nem, mi hát jó, nem oldalra, hát hátra, hogy mint egy kicsit ilyen de lehet kocsortincs is lehet hátul, elő. Hátul nőjön. Jó, hátul növesztem. Ilyen Bundesligáson hátul nőjön? Jó, rakd be akkor hátra. Jó? Na, egy percet állít, ugye? Egy percet állít, és három csettintést. Mindegyiket tudjuk mérni. Igen, minden tincsen három ilyen becsettintős cucli jó? van, ami egyetértünk vele, hogy a póthaj azért nem túl szerencsés, nem szeretjük örülni a póthajat, nem, ugye? Nem, inkább nem. Maradunk sinőbe konornál. Fog fel a haját. Figyelj! Na most várj, két emberek? Jó. Na. Laci, semmiben ne reménykedj, jó? És elkezdve simogatni, légy szíves, simogasd a fejem, légy szíves, ne simogasd az én fejem. Laci. Jó, oké. Ne simogasd a fejem. Óra, indul. Óra indul. Igen. Na, egy perc alatt. Uh-huh. Kicsit megnyalt az. Júli, nem bajában, tényleg nem szögbelövőként használod ezeket. Aki... Tehát azért léket menni nem fog. Kell ütni a koponyámra. Konkrétan jó. Belém állt a hajcsat. Itt a következő. Igen. 15 másodpercet elteledik, és egyébként... alakul a frizura. Egyébként. Ne vigyél, tetszik. Melléted. Ja, finoman hogy... a csatot létsz, mert már konkrétan három ütőeret vágtatok át, jó? Tehát itt valahogy úgy csatoljátok be, hogy de jó. Ne érezzek el. 1982 kelet-német popsztár. Nagyon nézd jó. Meg. Gyerekek. 9 óra 18, ülőjött 102, és a hajad még mindig szar. Nem szar. Jó, kicsi? Nem figyel, szar. Alakul. Szar. Jó, azt mondja, hogy most vagyunk fél percnél egyébként, illetve nem már háromnegyed. Na jó, de már kettőt betettő. Laci, Léci, ne tűnj bele hátulról a hajamba, úgyhogy előre dobolt. Tehát ne gondoljuk túl azért nagyon ezt a dolgot. Jó. Néha, de figyelj, mindjárt megtépi a hajamat, elkezd folytogatni. Szörnyű dolgok történnek velem. Mind a hármat? Igen, de most az van, hogy az egy perces mítosz az most megdőlt, tehát a fele nem igaz. De nem, egy perc alatt. Mi egy jó, de egynek mi értelme nem, van? Ő azt írja, hogy egy perc alatt teszed be az egyet. Igen. És ők most vannak egy percen, és a harmadikat három perc alatt hármat. De azt is mondja, hogy nem kell hozzá két ember még pluszba. Illetve azt sem állítja. Na! Meg tudja? Cica fiú! Kutya fáját! Hát nekem ez tetszik! Fordulj meg egy picit! Kicim. Nem. Na, milyen jó? Hát nem úgy jó, nagyon bizarr. Jó. Bizarr? Aha, egy picit. Kicsit fordulj meg, mert a hátulját nem látjuk. Előről nagyon jó. Megtépnél? Ja, és nem... Hát nem, most. Hello, Csabi. Nem kell dobálni a fejedet. Most énekelt, hogy Final Countdown, tessék. Gyerekek, jó egyébként, nyilván csajoknak persze értelemszerűen. Érdekes egy picit. Ki van még által mögött? Teljesen, Juli megnyugodhatsz, teljesen természetes esély. Ne puziszkodjál már, kérlek! Én azt javasolnám, hogy festes utána. Picit lenőtt. Picit előtt a szín. Igen, a tövénél már picit lenőtt egy ilyen 30 centi hosszan. És kényelmes? Sinike vagy egyébként. De igen? De százasért megsimogatod? Nem, inkább fizetik, hogy van egy tőlem támol. Dobott, van 200 simogatása. Hallod, két erzsébet utalványért bármi. Egy 300-as erzsét dobtam be. Arra jó vagy nálam, több körre is.
Nagyon jó. Fejhallgató nélkül fotózzátok le. Tényleg, vedd már le egy pillanat. És küldjetek át nekem, Na, még fejhallgató nélkül is nyugodtan, akkor még egyet. Jó? Kicsit így mondjuk bundeszligás, hogy csak hátul van, de nem rossz. Az a baj, hogy nem kértünk picit, be kettőt, hogy így dobd előre. Nagyon jó. Picit. Ezt élvezed, esküszöm. Igen, nem érti igazán, nem Istenem. Volt kóta. A Viki nincs otthon, én a ruháját is felkapom kicsit. Néha illegetem magam magas sarkúban a tükör előtt. Finom kis rózsaszín bugyiban, nincs ezzel baj. Na, kényelmetlen. Mit ígért bármit is ez a termékről, hogy egy perc alatt fölrakható, ezt megadjuk. De hát azért ezt csajra is föl kéne tenni, hogy mennyire ütel, mert rajtam azért ez viszonylag életidegen. Nem. Ne. Tök jó, max a színe. Így van, szerintem nem kell ennyire szerénynek lenni a Frau Rummenigge. Kicsit Bundesligában menjünk. Jó, feltettünk egy-két képet, hogy azok számára is élvezhető legyen nyilván ez a dolog, akik csak ezt kevésbé tudják vizuálisan élvezni. Holnapig maradhat rajta? Maradhat rajta, Júli, holnapig? Mikor kell visszaadnunk? Aludni nem, mert leveszed. Ha be van varva, akkor azzal alszol. Hát ez gondolom, hogy nem kezded el kicsatottak. Aha. És hazaviszed a lányt hosszú hajjal, és reggelre meg... És reggelre és lefarka minden. Nincs annál szemben, amikor tényleg megsimogatod, és érzed hátul, hogy... A cipőm, a bugyim, a hajam. És akkor hogy vagy, ha csaj vagy, akkor ezt így lerakod az éjjeli szekrényre, és reggel fölébredsz, mint Richard Gere, Julia Roberts, csak hogy az paróka volt. Tehát nem az a lényeg, tehát egy nagy buli előtt ezeket becsattogtatod a hajadba, de egyébként vannak ilyen kék tincsek, meg kék szőke, meg zöld kék, meg mindenféle színkombinációk, és elmész, és ezzel dobod fel a hajadat. De tehát kicsit hazudsz akkor. És a sminkkel nem hazudsz. Mármint, hogy hazugság a kék haj? Nem csak színes haj, tehát ez tényleg arra hajpótlás, hogy dúsabb hajúnak. Igen. Akkor ronda, ha az igazi hajszínetől elült, és látszik, igen, hogy vagy lenőtt, vagy más színű. Tehát, rakjuk már be az Annának. Jó, rakjuk. Jó, de kicsit kétségbe se kerül, hogy egyedül, tehát én legalább ezt nem tudom levenni. Egy literes unikumot hozzatok előtte, ne. Szemtelen! A hajra gondolunk. Na. Bele is pirultam. Egyet azért hagyjál fönt, jó? Ne vedd az összeset. Kényelmes, nem nyom? Jó, hercegnőnek lenni, szeretek. Hejcegnő vagyok, hejcegnő, hogy szól a vicc is. Akkor ilyet látunk akkor, amikor azt látjuk, mondjuk egy celeb nőnek, vagy hölgynek a Facebook oldalán, hogy hirtelen hosszú hajú lett. Egyik nap rövid haj, másik nap hosszú haj. Van már, hogy szépen meg tudják csinálni, de leginkább azért, amikor hozzáérsz, tényleg kiderül, hogy pótolj. Most a legszörnyűbb, mert levett egyet, és még fél oldalt megmaradt. Tehát most azért egy erős hajhullás után még így a fele megmaradt azért. Most mint a mesék a kriptából sorozat. Kis föltekerést. Így van. Nem iszunk valamit? Jó, oké. És tekerem az ujjammal. Meghívsz egy Virgin Mojitóra? Tudom, hogy romantikus alkat vagy, de még egyszer ne táncolj a savas esőben. Várjál, jó, ez nagyon fáj. Úgy néz ki, hogyha egy darabon kihullott volna a fajad, de azért maradt volna még egy-két hosszabb tény. Ez most ilyen kicsit megtépett hiéna vagyok. Igen, tehát, végső fázis, menj a karanténba. Itt már szörnyű dolgok csinálnak, már csomókban hullik a hajam. Jó, ha bárki bármilyen terméket lát továbbra, és küldjétek nekünk, jó? De nagyon-nagyon fontos, hogy helytegnős legyen. Reklámot, nem kell elküldeni a terméket, nem kell megvenni, csak írjátok meg nekünk morningshow@classfm.hu, mit láttátok, hol láttátok, mi a termék neve, beszerezzük, leteszteljük. Kipróbáljuk, nalancsíts belőle. Tényleg jó egyébként. Jó, szívesen tesztelünk bármit, úgyhogy küldjetek Annának el. Annának színben jó lesz. Annának egyébként tényleg színben abszolút passzol. Hát igen, lenőtt a lenőtt az abszolút. Hát, de aranyos vagy, köszi. Zsubakka. Nem, egyébként tényleg jó. Mert hogy hasonló a két szín. Igen. Abszolút hasonló a két szín. Ja. Te volt valaha póthajad annak? Soha az soha. Életben nem volt. Nem szereted az ilyen női trükköket, praktikákat? Nem, inkább a férfi trükköket. Nagyon jó. Figyelj, neked viszont egyébként kezd jó lenni. Tehát azon. Meg sem mondom. Ugyanaz. Anna, meg sem mondom. Mert a két hajszín baromira egyezik. Másik oldalon. Tehát igazi hajszíned és a póthajszíned tökéletesen megegyezik. Nagyon jó. Tényleg. És ha valaki szereti a retrót, az alulra is felpatinthat. Hát ahhoz kicsit rosszul. Jó, tényleg na, jó lett. Növezd meg a hajad, azt mondom. Jó van, oké. Annára fölkerült kettőt, tényleg úgy néz ki, most baloldalt még rövid a haja, hátul viszont hosszú. És ha nem tetszik a színe, akkor ezeket be is színezheted, vagy ezeket befesti neked a fodrász? Vagy eleve abban a színben kéred? De állítólag festhető a póthaj. Igen? Igen. Hát, hogyha ez igazi haj, akkor még jó, hogy festhető. A múltkor olvastam a helycengő magazinban. Igen, fura, hogy jó, hogy póthajból egyébként, ezért ez meglepett, hogy ennyire. Figyeljetek, Annának nem mondod meg, fordulj oldalt. Tényleg nem mondod meg egyébként. Tehát egy az egybe ugyanaz a két szín. Hallod? Helycengő is jöttem így.
Fiatalodtál egy 20-25 évet ezzel alján. Viszont kell belőle, vagy 40. Nem, háromat egymás alá raksz, akkor megvan. Neked volt ilyen póthaja, Gyuli? Soha? Nem tettél benne se? Mondjuk igen. Igen. Konkrétan... Megrázom, és kiszállok belőle a vajat. Így van. Neked szerintem egy gólya család van a hajadban, annyira göndör, hogy ott... Valahol. Igen, Gyulinak nem pattintani kell, hanem horgolni. Na jó, oké, okay, föltettük a Facebookra a képet egyébként. Anna meg, hát egy az egyben. Már látom azt lelki szemét, a szomszéd gyerek átszolat. Barbie néni, Anna kérje azt a pite receptet. Mi van a ruha alatt? Mutassa meg, mi van a ruha alatt? Jó, oké, okay, megadjuk ezt a terméket? Meg. Hozza, amit ígér, sajnos. Így ugye van. Mondhatni, hogy ez abszolút megadható. Hegyszegnő. De neked ez tényleg jól állat. Na, hát jó, köszönöm. Jól tessék. Abszolút. Hogyha egy picit korábbi jutott volna eszünkbe, akkor elvittem volna Balázst, és megforgattam volna a füredi a navállon. Úgy táncoltam volna kicsim a magas sarkúban, csak néznél egyébként, nézni. A kedvedér a lábamat is leborotválom egyébként. Készen vagyok, apuci. Jó, figyelj, csini vagy. Két mohító után. Igen, már olyan szépre innálok. Én ittam már nőtt szépre, higgyetek el, van az az állapot, amikor az eleje, buli elején nem tetszik, és szépre iszod a végére. Voltam, vittem úgy haza nőtt, hogy szépre ittam. Látod, és te mondtad a játékosnak, hogy mikor azt mondta, hogy a franciskára, hogy hát fogjuk rá, hogy na hát, egyen. Hogy beszélhetsz, és na te meg, de mégis csak azért őszintén, persze, fiúk, be. Gyerekek, tudod, mit legyen, de te legyél a pasi. Azért tudnék mesélni régi portyázásokról, kellett ott sokat inni, de hát nincs a kalandozásokkora. A kalandozásokkora, hátrafelé nyilasztunk még sokat. A kalandozásokkora volt, most már az ilyetem az ember nem csinál, de hát szépre inni egy nőt, abban van a kihívás. Úgyse, ott ébredsz. És egyébként gyerekek, tényleg minden mohító után szépül. Tényleg van az a kategória, nem tudom, főleg, ha ő fizet. Az mindegy, de hogy tényleg egyre szebb és szebb, és a végén már nagyon boldog vagy. 9:30 pontosan várunk még friss közlekedési híreket, jó, küldjetek, ha van, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel, jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Egy jó kis Geronimo után, vagy Shepherd Geronimo-ja után. Ó, oh, te jó, én meg azt hittem, hogy ülőbika. Geronimo. Szeretem az indiánokat. Most nézem a Banshee nevezetű sorozatot. Így van. És... az olyan indiánokat én is szeretem. Van egy nagyon indián, aki... De nem olyan érdekes, hogy hogy élnek, arról szól egy rész tulajdonképpen, hogy ugye hát egykoron övék volt egész Észak-Amerika, és most pedig ugye ilyen indián rezervátumba terelték őket, és oda csak ugye... hát szövetségi ügynök mehet be, egyébként a saját törvényeik szerint élhetnek a rezervátumon belül, egy rész erről szól, olyan érdekes. Érdekes világ, és ott egy sima serif ugye nem intézkedhet, nem mehetsz be az ő területükre, és ott az ő törvényeik szerint élnek, döntenek. Te máshogy adóznak is, máshogy meg adóznak. Ugye ráadásul ugye vannak ezek az érdekes indián kaszinók is, amiknek a bevétel az csak a törzset illeti meg, mert hogy az ő területükön építették fel, ahhoz az Egyesült Államok kormányának, meg pénzügyminisztériumnak semmi köze nincsen. Igen, érdekes. Igen. Érdekes, hát mondjuk sovány vigasz. Hát szegényeknek persze, abszolút. Na, azt mondja, hogy mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye szó volt a hipohondriáról, mert hogy... megjelent egy újabb alkalmazás, ami egyelőre még csak androidos telefonokon van, és ez az alkalmazás arról szól, hogy nem kell már elmenned feltétlenül orvoshoz, beütöd a tüneteidet, és az alkalmazás elmondja neked, hogy mi bajod van, valószínű milyen betegséget kaptál el, hogy lehet gyógykezelni, milyen vitaminokat szedjél, mit csináljál, tehát már tulajdonképpen egy ilyen kis program az orvos helyett ellát téged hasznos tanácsokkal. Kipróbáltuk a programot, és megpróbáltuk megnézni, hogyha beütünk egy-két dolgot, akkor mit ad ki a gép, illetve megbeszéltük, hogy ki a leginkább hipohonder a csapatból, és ki az, aki állandóan diagnosztizálja saját magát. Egyik önkre sem jellemző igazán. Nem. Ami jellemző mind a hármunkra, hogy már egyiknek sincsen sok hátra az alkalmazás alapján. Így van, igen. És 8 óra után felhívtuk Rékasi Karcsit, aki ugye hát június 30-án szenvedett egy komoly motorbalesetet, és beszélgettünk vele egyáltalán a balesetről, a miértekről, mi az, amit változtat, elgondolkozott-e valamin arról, hogy hogy van most, és hogy hogy lehet az, hogy nem ő szinkronizálta Ethan Huntot. Hát ez volt az egyik legfájóbb pont az ő balesetében, idézőjelesen nyilván persze.
És hát elmondta, hogy ez neki is ugye nagyon fájt, mert hogy Ethan Huntot egy színész kollégának kellett leszinkronizálni. Akinek hát a jövője. Szegény. Szegénykém, igen. Na, megmutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Amilyen hülye vagy én, úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy. Amilyen hülye vagyok, vele szerettem az életben meg. Tíz perc múlva pontosan. 10 óra, jó reggelt kívánom mindenkinek, Kovalszky. És a Vega után abszolút ide illett a dal egyébként, szövegileg, mondani való minden. Amiről pont ugye a Karcsival is beszélgetem, mert nem az, hogy hülye a Karcsi, nyilván nem csatolást kell elkezdeni, hanem hogy az emberek el kell néha gondolkoznia az élet nagy történésein, és fel ismerni a jeleket. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hát hova lett az a szép hajad? Levettem. Beletúrtál volna? Levettem. Hát csak teszteltünk egy terméket, de azért ebben nem akartam nagyon sokat itt elüldögélni, úgyhogy ledobtuk. Anna felvette, Annának viszont kifejezetten jól állt. Tényleg, még mindig rajta van. Igen. Haza is viszi. Mit akarsz? Ha csak megmutatja otthon Péternek. Ott este nagy buli lesz. Felkapja a kis lakcipőjét, egy kis magas sarkút. De nézd meg egyébként, tényleg jól áll. Jól. Csak te vagy az Anna. Jaj, hát cica fiú. A baloldalt is be kéne fejezni. Mármint a vizé rendezői. Igen. Hát nincs több belőle. Hát akkor mennyi fához simulva a Péterhez majd? Tehát, hogy ilyen erotik pózol, csak így finoman így a fejedet felé fordítva. Jó akkor, lesz az? Ha tanácsoltam a Petinek, akkor majd, illetve inkább neked, hogy akkor a jobb állat fölött nézél majd vissza a Petire. Jaj, de aranyos vagy, köszönöm. Igen, de... Na, kicsi fiú. Csabikám, mi újság van? Jól vagy? Minden oké? Okay? Annyira kérdeztétek tegnap, és már nagyon szégyeltem magam, hogy végre valahára elmentem edzeni. Na, mit csináltál helyes? Kardiózom továbbra is. És csocsóztam együtt. Az is egy sport. Gyerekeim focitáborban vannak, amikor éppen esik az eső, vagy rossz időben, vagy már unják a kinn a pályán, akkor bemennek a klubházba, és csocsóznak. Vagy focit néznek. Óriási egyébként. Ez a focitábor. Hát, nagyon kemény. Benne alvós? Nem ott alvós, nem. Tipikus egyébként, hogy beszéltük, hogy mit lehet csinálni a Balatonparton ilyenkor. Hát, hogy annak idején... Nincs mindenhol, az a baj. Vérre menő. Kell, hogy legyen. Hát de régen az összes ilyen szotüdőlőbe, igen, mindenütt volt. Pinyó asztal volt, és csocsó, ez a kettő. És zöld. Posztós, ilyen Rex. Rex. Biliárd nem volt, Rex volt. Biliárd, ha biliárd volt, az már nagyon menő hely volt, Rex asztal volt, a kis barna gomba általában már nem volt meg, és a zöld posztó ugye grommá volt karistorva, és akkor felállította valamit a gomba helyett, hogy az ugye nem dőlhetett el. Bogláron nyaraltunk gyerekkoromban nagyon sokat, és ott volt egy ilyen fogadóépület, vagy recepció, és ott volt egy Rex asztal, és egy flipper, ami 2 forinttal működött egy bélással. F-14 Tomcat, milyen flipper volt, nem emlékszel? F-14, hát 70-es vagyok, flipper, persze. Nem úgy, mint te, aki 76-os érted. 7-es. Ráadásul, tehát én 77-ben már flippereztem. Hát egybe már nyomtad? Igen, de jó volt az. Jó. Csocsó, Rex, a nagyoknak csocsó, a gyerekeknek rugós foci. Rugós foci, és kint a szabadban, ha jó idő volt, lengőteke. Az is volt. Az életveszélyes rugófoci, emlékeztek rá, azt a ízét, ezt a fémskulót meg lehetett lőni úgy, hogy abszolút nem a pályán belül maradt, vagy pedig a homlokodba egy lukat vert. Igen, tényleg, jó kis rugós foci, de jó volt. Nekem még volt egyébként, megvan még valahol, szerettem. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Nézzük meg, hogy mit küldött, és hogy mondja, hogy morning show. Morning show. Hey, hello. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Lehalkítasz minket? Kicsit Tamás, köszi. Igen. Na, hol kaptunk el éppen? Autóban vagy, helyileg merre? Éppen autóban, úton vagyok, igen, Budapest felé. Budapest felé. Na, amit írtál, az nagyon szellemes, szerettük, ugye beszéltünk az év madaráról. Harrison Ford. Igen, és azt írtad, hogy az év madar rászáll egy autóba, akkor lesz Harrison Ford, mert hogy Harrison Ford, ugye ezt írtad nekünk, a Harris az év madara. És ebben nagy szerepe volt a Morning Show hallgatóinak is, mert hogy mindenkit rászabadítottunk erre az oldalra, és mindenki a Harrisra szavazott a legrondább madárra, és így ugye ő lesz jövőre védett. Tamás, van egy szép ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Régóta szeretted volna már? Aha, nagyon szerettem volna. Igen. Jó van, Anna visszaív, majd Tamás hallasz bennünket, és akkor adáson kívül megbeszélitek a részleteket, jó? Csabikám,
mondj valami jó zenét. Remek zenék? Az igazság, hogy már írják a hallgatók, hogy nekem is százast kell dobnom, hogyha még egyszer elmondom. De hát ez van, nyár van, ráadásul ez a Klassz nyár 2015, és folytatódik a játék. Nyomjad a százas, dobod, majd a Titusztól aztán elkérem később. Dobom. Mostantól kezdve minek azt jár, miatt dobnod kell, de szegénynek ez munkaköri kötelesség, nekünk a csúszás, vagy a jaj gyerekek, az nem, de hát szegény Csabi, de erre százas. Jó, de hát az, hogy a ti műsorotokban elmondom, az megér egy százas nektek is. Aha, vagy lehet, hogy csak trükkösen azt rakja vissza, amit napközben kivesz. Egyébként ezt itt hagyjátok egész nap, nem tudjátok, hogy lesz a sorsa. Most nem fogjuk. Na, szóval, hogy folytatódik a sorozat, ezúttal Script koncertre lehet elmenni. A játék ugyanúgy működik, mint bármikor máskor. Folyamatosan hallgatni kell, nagyon-nagyon figyelmesen a Klassz FM-et, és ugye a felhívásokkal telefonálni kell. Mindeközben hozom majd Wolf Katit, akit tudom, hogy ti nagyon-nagyon szerettek. És tulajdonképpen amióta visszajött Hongkongból, ennek már ugye lassan egy éve, ez az első igazi olyan sláger, amivel mutatja, hogy ő azért nem távolodott el nagyon a színpadoktól, meg az énekléstől, és ez az Utazás. Uh-huh. Mi van most veled? Ő visszajött, és énekel. Dolgozik. Uh-huh. Új dal. Most ürült ki a szervezetével az agar-agar. Igen. Jó van. Oké, Csabi, meghallgatjuk, és akkor zajlik tovább a Klassz nyár. Így van. Ahogy elmondtad. 2015, a Világsztárok nyara, Klassz FM-en. Gyerekek, nem sokára... Mondjak még róla valamit? Nem, mi meg vagyunk, nem sokára Robi koncert. Két hét múlva a hétfőn. Két hét múlva a Robi koncert. Augusztus 10. És ugye a Klassz nyár 2015 sorozatban arra is megszerezték már hallgatóink a belépőt. Nagy buli lesz, nem? Óriási szerintem. Szerintem teltházas. Mert hogy ez nem egy olyan fesztivál fellépés lesz, amivel le kell rövidíteni a műsorát, hiszen ő a nulladik napon lép fel, így aztán egy teljes műsoridővel tudja szórakoztatni majd a közönséget. Úgyhogy ez egy igazi nagy koncert lesz, a turné egyik állomása. Ő most turnén van éppen? Igen. Igen? De jó, na meg, mert arra biztos, hogy kimenjünk, azért egy Robit meg kell nézni, nem? Meg. És a Scriptet is nézzétek meg, mert az is jó. Jó. Jó, mindenképpen, persze. Na, Csabinak kívánság műsora, 555-55-00, ez a telefonszám. Továbbra is, ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor tegyétek meg bátran. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Szia, Csabinak! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.